országgyűlési képviselője, sőt frakció vezetője is volt, ahogy említettem, mindhárman a MIE politikusai. Én is nagyon örülök, és nagy élmény személyesen is, hogy tulajdonképpen mindhárom párt parlamenti jutásával részt vehettem, és nagyon remélem, hogy azért a történelem nem hoz megint olyan fordulatokat, hogy ismét a nulláról erőről kelljen kezdeni. Hadd köszöntsem itt ezt meghaladóan azokat a személyeket, akik már jelezték előre a részvételüket a MIEP egykori prominensei közül. Én már most ABC sorrendre korlátozva Árendás Mónikát köszöntöm, a MIEP első kerületi önkormányzati képviselője volt, ha jól emlékszem, és a katolikai számos-számos rendezvények közéletben lehet látni. Bakos Batu, aki a MIEP szintén egykori prominense, ma jelezte néhány órája, hogy egészségügyi okok miatt nem tud itt lenni, de liturgikus ceremóniákon, nemzeti ünnepségeken sok helyen lehet vele találkozni. Dr. Bánovics Tamás, a 2002-es országgyűlési választás második legjobb MIEP-es eredményét érte, 9,6%-kal a nemzeti radikalizmus egyik nagy büszkesége, és később fővárosi önkormányzati képviselője is volt. Dr. Bognár Lászlót is szeretettel köszöntöm. Talán nem kell bemutatni, hiszen az egyik legismertebb MIEP-es politikus, de annyit hadd áruljak el róla, hogy a 93-ban 12 fős, majd 98-ban 14 fős MIEP frakciónak összesen 4 közös képviselője volt, ebből ugyebár ketten elhunytak, Csurka István és Bogdán Emil, de tulajdonképpen ma minden élő képviselő, aki mindkét frakciónak tagja volt, itt van velünk, hiszen Bognár László az egyik, és aki még nem hunyt el, és itt van közöttünk Szabó Lukács, akit most akkor így a népsorból itt egy kicsit eltérően, de szintén nagy tisztelettel köszöntök Hajdúbagos polgármesterét is, és sok sikert kívánok az ottani polgármesteri munkájához, de jó szívvel gondolunk a MIEP-es évekre is természetesen. Ma Bognár László a Mi Hazánk nyugdíjas kabinetének vezetője, nagy visszatérő, de most természetesen a MIEP-es minőségében, alelnöki és országgyűlési képviselői minőségében van itt. Nem tudom, hogy Csat Magdolna megérkezette már, mert ő is jelezte, hogy igyekszik. Itt van? Itt volt, éppen kellett mennie, professzorasszonynak is sűrű napjai vannak. Nemrég volt egyébként ebben a régi kultikus irodában a Fekete István Szabad Egyetem előadójaként, és hát volt ő itt korábban is, hiszen 11. kerületi képviselőjelöltünk büszkeségünk volt ő is a MIEP-es időkben. Dancsers György viszont itt van velünk természetesen, semmit sem változott, semmit sem öregedett, ugye a helyén a fővárosi közgyűlés MIEP-es képviselője, igazi vérbeli nemzeti radikális. Dörner György, nem tudom, hogy megérkezette már, ő is jelezte, hogy feltétlenül szeretne itt lenni, de az új színház igazgatójának mindig lehetnek rendkívüli feladatai, ő sem a békés nyugat nyugdíjas éveit élvezi jelenleg, úgyhogy reméljük, hogy ő is be fog még futni, hiszen visszajelzett, hogy mindenképp szeretne itt lenni. Esze Tamás viszont itt látom, szeretettel köszöntöm a Pilatoki Mét elnökét, köszönhetjük. Állítólag nem azonos a kuruc.info azonos nevű szerkesztőjével, de ezt bizonygassa majd a bíróságon, nem tudjuk. Minden esetre jelezte részvételi szándékát Farkas Lajos, a MIEP volt Zala megyei elnöke, 2006 és 2014 között pedig polgármestere is volt Zalaszánton. Nemrég jelezte, hogy viszont mégsem tud a munkahelyi elfoglaltsága miatt ma itt megjelenni. Viszont remélem, hogy itt van körülben Dr. Fekete Gyula. Dr. Fekete Gyulát nagyra tiszteltek. Köszönöm, szerényen megbújtik az utolsó sorban. Köszönjük szépen a munkát, és remélem a hozzászólók között is köszönhetjük majd itt akár az első sorban. De még a köszöntéseknél maradva Dr. Fenyvesi Zoltán, aki szinte az egyik legismertebb MIEP-es politikus, és nem csak országgyűlési képviselő és alelnök volt, hanem Csurka István után azt a nagyon nehéz feladatot vállalta, hogy átvegye az örökséget, és a MIEP elnöke is volt a Csurka István követő rendkívül nehéz időszakban. De természetesen lehetett vele találkozni az elmúlt években azért, aki jobban figyelt, én Horthy Miklós emlékfelvonuláson és másokat is láttam azért, és üdvözölhettem, úgyhogy nagyon örülök, hogy ma ismét eljött ide hozzánk az irodába. Aminek tulajdonképpen házigazdája is volt, hiszen 11. kerületi elnöke volt a MIEP-nek. Szeretettel köszöntöm Franka Tibort is, hogyha megérkezett már. A Pannon Rádió, a Magyar Fórum munkatársát, rendkívül sokoldalú média személyiséget, Kerepes polgármestere is volt több cikluson keresztül, de ő is jelezte, hogy
egy közeli hozzátartozó egészségügyi problémája miatt nem biztos, hogy időben ide fog tudni érni, vagy lehet, hogy nem is tud megérkezni. Mindenesetre ő is jelezte részvételi szándékát. Aztán Gazdag István megérkezette, újságíró. Végül nem tud jönni. G. Balogh-Kéza Péter, aki a miért később időszakában, vagy mégis megérkezett? Gazdag István? Nem tudott megérkezni, viszont G. Balogh-Kéza Péter sem tudott végül eljönni, aki viszont jelezte a miért később időszakának egyik alelnökeként, hogy üdvözli a megjelenteket. Hegedűs Lóránt, a miért egykori szintén prominens országgyűlési képviselője hamarosan meg fog érkezni a szabadságtéri református templomban, talán épp a Szent Korona hazatérésének ünnepségének házigazdájaként csak később tudott elindulni, de itt lesz közöttök is egy széket fenntartottunk neki az első sorban. Hering József megérkezette, akit viszont mindenképpen szeretnék méltatni az egykori Magyar Fórum újságírójaként. Nehéz elképzelni ma már, hogy 50 ezer példányban jelent meg talán a Magyar Fórum emlékeik szerint a régi legendás időkben, és annak volt egy prominens újságírója, ma a legolvasottabb jobboldali hírportál a kuruc.info munkatársa, és többek között azt köszönhetjük neki, hogy leleplezte a Simon Peres izraeli államelnök elszólását, miszerint felvásárolják ugyebár Magyarországot. Azt gondolom, hogy a nemzeti radikalizmus néhány küldetésében meghatározó szerepe volt azoknak az újságíróknak is, akik ezeket az ügyeket feltárták. Köszöntöm Imre Ivánt is, a Müncheni Magyar Útkörök vezetőjét, aki ott a leghátsó, leges-leghátsó sorokból integet most ide nekünk. Köszönjük, hogy most is ebből a távolságból, régen még nagyobb távolságból szervezte a magyar ellenállást, sőt a miért helyi szervezetet is megalakította ott annól, és hazaköltözött nyugdíjas éveire, Fonyódon aktivizálta magát a nemzeti oldalon, úgyhogy nagyon köszönöm neki. Merényi Sándort is, mintha láttam volna, és bizony itt van, szeretettel köszöntöm, aki a 11. kerületi MIÉP alelnöke volt, illetve ő volt az, aki engem egyébként behozott a párt politikába, hiszen én először a Magyar Ifjúsági Nemzetébresztő Körben egy ilyen gimnáziumi önképzőkört szervezve a jobboldali pártok vezetőit hívtuk meg, Fenyvesi Zoltán és Merényi Sándor képviselte akkor a MIÉP-et, és hát akkor ők voltak azok, akik pártpolitikába vonzottak, úgyhogy egyik mentorom is maradt sok ideig, sok éven keresztül Merényi Sándor is, és Fenyvesi Zoltán is, talán mondhatom ezt, úgyhogy nekik különösen hálás vagyok ezért. Miként dr. Mestjanek Ödönnek is az ABC sorrendnél maradva, 11. kerületi alpolgármestere volt a Magyar Ifjúsági és Élettársának, és ő is sokat mentorkodott, úgyhogy neki személyesen is külön hálás vagyok azért is, hogy ma eljött ide. Metes György, a 16. kerületi MIÉP alapszervezet egykori elnöke, szakszervezeti vezető is volt, sőt, ha emlékszünk, még a MIÉP-es időkben perbe fogott ébresztő című lapnak volt a főszerkesztője, hogy itt fölidézzük még az egykori kalandokat, sőt, hát a MIÉP késői nehéz időszakában a 2002-t követő lejtmenetben a Magyar Igazság és Élet Reform tömörülés, tehát egyfajta platformnak, a miértnek a szóvivőjeként próbálta megmenteni a pártot. Sokan sokféleképpen próbálták, azt gondolom, hogy az idővel mindenki jó szándékát is tiszteletben tartva fejet hajtatunk azok előtt, akik megpróbálták menteni a menthetőt. És itt a Miklós Árpád, egy régi-régi motoros, a 93-94-es MIÉP frakció tagja, a MIÉP egykori országgyűlési képviselője tehát, és hát volt utána a Jobbik prominense. Arra emlékszem, hogy őt, amikor hívtuk, mindig újabb és újabb párba, mindig ő volt az utolsó, aki elhagyta a süllyedőhajót, nagyon nehéz volt, úgyhogy szerintem ne adja Isten, hogy a Mi Hazánk mozgalom már is ez legyen, de ő lesz az utolsó, ő lesz az utolsó. Rendkívül kitartó és tiszteletre méltó, a külhoni magyarsággal is nagyon sokat foglalkozó honfitársunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy Miklós Árpád is elfogadta ma a meghívásunkat, és nyugdíjas fizika tanárként is dolgozik még, nem sokan vannak az országban, akik ezt a szakmát művelik, úgyhogy nem csodálom, hogy nem engedik nyugdíjba az iskolában. Szabó Lukácsot már köszöntöttem, de itt az ABC sorrend megkívánja, hogy ismét fejet hajtsak egykori munkássága előtt, illetve Tóth Béla is megérkezett, ami mondhatjuk, hogy utolsó önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntjük! 33%-ot érte a MIÉP színeiben a legutóbbi önkormányzati választáson. A szabad kérdő 44%-ot kérünk idén a választáson, reméljük ismét indulsz, és sok sikert kívánunk. Illetve itt van közöttünk Tóth Máté, energiajogász, is szeretettel köszöntöm. A MIÉP ifjúsági tagozat egykori szóvivője,
a MIA ifjúsági tagozat egykori alelnöke, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljött. Én magam a MIA ifjúsági tagozat elnökeként is, kollégámként tiszteltem, illetve azóta is tisztelem szakmai munkásságát, amit most mostanában kifejt, és a médiában is lehet vele találkozni. Illetve mai meglepetés vendégünk Vasvári Erika is, aki a Magyar Fórum, illetve a Hagi Magyar Fórum szerkesztője, főszerkesztője, tulajdonképpen társszerkesztője volt Szőcs Zoltán mellett. Nagyon szépen köszönjük a munkát, és köszönöm azokat a relikviákat, amiket ígért, és reméljük bemutat nekünk. A hátsó helyiségben helyeztük ki azokat, amiket ma meg lehet tekinteni egyfajta muzeális jelleggel is. Viszont ígértem, hogy megemlékezünk itt az ABC sorrendet követően az elhunyt személyekről, akár csak a nevük felidézésével, hiszen sajnos sokan vannak, akik távoztak közülünk, illetve a miért prominensei közül. Csurka István természetesen az első, akinek a nevét kell említsem, de még a frakciónál maradva Gidai Erzsébet, Rozgonyi Ernő, Bogdán Emil, Erkel Tibor, Kapronci Mihály, Bénes János, ugye ő már a 93-94-es frakciónak az 56-os prominense volt, akár csak Réti Miklós, akit sokan már inkább kisgazda politikusként 2002 és 2005 között volt az FKGP elnöke, de ugyanúgy nemzeti radikális politikusként. Illetve távozott közünk nem is olyan régen a MIÉP utolsó elnöke, hiszen a bíróság számolta fel ugye néhány éve a Magyar Igazság és Életpártját. Az utolsó elnöke Nagy Tibor volt, aki szintén egy nagyon kemény feladatot vállalt, és sokunk tiszteletét vívta ki. Épp néhány hete halt meg, ezért nem lehet itt. Még meghívtam e-mailben, már nem tudott rá válaszolni. Grespik László nevét is feltétlenül meg szeretném említeni, hiszen talán a pártnak nem volt tisztségviselője, de talán a nemzeti radikalizmus általa volt egyedül kormányon az elmúlt fél évszázadban, hiszen a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője volt, nem is akármilyen vezetője, hiszen ha már említettük a Simon Pereszi elszólást, Magyarország felvásárlását, ő a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetőjeként korlátozta az idegenek, a külföldiek ingatlan vásárlását. Nem is csoda, hogy sajnos leváltották őt az első Orbán kormány idején. Én viszont gratuláltam neki még akkor a MIÉP 11. kerületi ifjúsági tagozatának elnökeként, már akkor főispánnak szólítva őt. Ez sajnos nem érhette meg, hogy hivatalosan is főispán lehessen, de azt gondolom, hogy annak a szellemében tevékenykedett és illő fejet hajtanak az ő emléke előtt is. Zsinka László, fővárosi frakcióvezető sem lehet ma már itt közöttünk, miként épp az elmúlt hetekben hunyt el életének 81. évében Marsi Péter Pál, mérnök, a MIÉP alapító tagja, aki 1994-től 2006-ig a fővárosi közgyűlés MIÉP-es tagja volt. És végül, de nem utolsó sorban, éppen ma van a temetése Herman Sándornak, kislángi önkormányzati képviselőknek. 2019-ben került be a kislángi Fejér megyei képviselőtestületbe a Mi Hazánk FKGP MIÉP színeiben. És meg kell végül említenem, akik szintén talán lehet, hogy párttagok sem voltak, semmiképp sem tisztségviselők, de mégis prominensei voltak a nemzeti radikalizmusnak, Csurka László előadó művész, Szedmiályi Szabó Pétert, akinek kultikus kiskátéja a költeményei mellett, kortárs költőként még az érettségére is a Térdre Magyar című versével készültem, illetve Szőcs Zoltán, a Havi Magyar Fórum főszerkesztője, aki szintén távozott közülünk. Kérem ezért, hogy egy rövid néma felállással emlékezzünk rájuk. Köszönöm szépen! Ahogy említettem, remélhetőleg vannak még köztünk meglepetés vendégek, akik természetesen szót is kaphatnak, mindenki szót kap ma a mai nap folyamán, illetve több kérdés volt már, hogy kiket hívtunk, kiket nem hívtunk, hol van például Balczó Zoltán, és ha már az elhunytakról megemlékezzünk, igyekszem röviden lezárva, de mégis azt mondani, hogy a számomra politikailag halottak azok, akik még a mai napig is a Jobbik kifizető listáján lévén, a mai napig is inkább a baloldalt erősítik a nemzeti radikalizmus helyett, így Balczó Zoltántól kezdve Szabó Gáboron keresztül Z. Kárpát Dánielig azokat a személyeket nem hívtuk, akik legalábbis számomra politikai halottat és csalódást jelentenek. Viszont emlékezzük a nemzeti radikalizmus pozitívabb fordulataira, a 20% fölötti
választási eredményt még nemzeti radikális pártként elérő Jobbik Magyarországért mozgalomra például, hiszen 2014-ben ide is el tudott jutni. Ma a nemzeti radikalizmus hajnalára, a népes időkre való emlékezésen, a nosztalgiázáson túl értékmentéssel is foglalkozhatunk. Elsőként a név szerint meghívottakat kérem, de bizony lesz még néhány meglepetés vendég. Csurka István ugye itt tartott a sajtótájékoztatóit, heti egyszer. Hát a média szereplés azért valójuk meg nem volt az erőssége. Ugye ha esett, ha fújt, hetente egyszer sajtótájékoztató tartott, ha történt valami, ha nem, se sűrűbben, se ritkábban. De azért volt a tévékben is azért néhány jó fogásra, emlékszünk, próbálták sarokba szorítani egyszer, amikor a bankokat szitta és támadta, azt gondolom joggal, és mondták, hogy hát elnök úr, hát ha van egy kis megtakarított pénze, hát azért maga is a bankba viszi, nem? Na akkor azt gondolták, hogy sarokba szorítik, de hát megmondta Csurka István, dehogy, hát a lobbira. Szóval Csurka István jól ismert humorával azért néha kivágta magát a médiában is, de kétségkívül inkább a Hősök terén volt elemében. És ezeket a relikviákat igyekszünk felvonultatni most a nemzetépítő állam programjával együtt. Ezeket a relikviákat lehet most itt megtekinteni. Én magam is kitettem oda néhány ilyen korábbi nyomtatványt, korábbi levelezéseket, amit küldtünk ide-oda. Hát ahogy nézem, a mobilszámom nem változott több mint 20 év elteltével, az elveim sem. Azt gondolom, sokan vagyunk ezzel így, akik egykori miépesként ma még ide eljöttek. Úgyhogy jó szívvel gondolok ezekre az időszakokra, és nagyon örülök, hogy itt van közöttünk első általán felkért felszólalónk, hadd legyek egy kicsit elfogult, és az egykori, mondhatom, mentoromat, Fenyvesi Zoltánt kérhessem föl egy felszólalásra, hiszen ő itt a MIÉP 11. kerületi szervezeteként, szervezetének elnökeként, talán a párt legnagyobb taglétszámú alapszervezetét vezette. Ma már, amikor a Facebookon aktívak az emberek, és nem a Hősök terei nagy gyűlésekre járnak, nehéz elképzelni, hogy egy alapszervezetben mondjuk 150, közel 150 tag volt. Akár 70-80 fős taggyűlések voltak ebben a teremben, és én magam is az első beszédeimet itt mondtam Fenyvesi Zoltánnak köszönhetően, hiszen beszámoltam 70-80 személy előtt minden hónapban a MIÉP 11. kerületi ifjúsági tagozatának elnökeként a munkánkról. Úgyhogy azt gondolom, sokan vagyunk, akik itt kezdtük közéleti pályafutásunkat, itt ehhez kötődtünk, akár maga Kovács Dávid is például itt volt tagja a MIÉP alapszervezetének. És kiemelném még Fenyvesi Zoltánnal kapcsolatban, illetve magával a MIÉP-el kapcsolatban is, hogy az egyik legjobb eredményt érte el, nem csak Bánovics Tamás a második legjobban, de általában Budán voltak a MIÉP legerősebb kerületei, talán 94-ben a szavazatok felét Budán kapta, ami érdekes módon a nemzeti radikalizmus későbbi időszakában viszont a leggyengébben muzsikáló, és a mai napig a legnagyobb kihívást jelentő, ha most mondjuk a főpolgármester jelölt úrra tekintek, aki MIÉP-es kitűzött viszont szintén a hajtókáján, és ő is a MIÉP-es időkből és a 12. kerületből való, ő is hevesen bólogat, hiszen érdekes módon, bár a Mi Hazánk mozgalom szimpatizásai, szavazói között van a legtöbb diplomás a medián legfrissebb kimutatása szerint, mégis valahogy a MIÉP-nek az értelmiségi tábora legendás volt, és érdekes módon a budai, belbudai körzetekben kapta a legjobb eredményeket. Maga Bánovics Tamás is, ha jól tudom, az első kerület jelöltjeként, első-második közös jelöltjeként, amik ma a legnehezebbek, és az elmúlt évtizedekben is talán a legnehezebbek voltak. Hát ilyen ma már nehéznek számító közegben hozott létre a MIÉP történetében egy 150 fős alapszervezetet Fenyvesi Zoltán. Igyekeztünk ezt az ászlót tovább vinni, egy kicsit a történelem szempontjából pikáns, hogy a Jobbik első alapszervezete is itt a 11. kerületben alakult meg, a Bartók Béla úton, illetve a Mi Hazánk mozgalom első alapszervezete is itt a 11. kerületben alakult meg, és ma is önkormányzati képviselők van Szecsődi Patrik személyében, akit szintén köszöntök akkor most már. Mondhatnám, hogy Fenyvesi Zoltán utódját itt a nemzeti radikalizmust illetően, hiszen nagy lokálpatrióta volt Fenyvesi Zoltán, és nem csak helyi országgyűlési képviselő jelöltként, de helyi önkormányzati képviselő is volt. Illő hát, hogy most már tényleg átadjam neki a szót, de egy utolsó Csurka idézettel hadd zárjam, amit épp tőle kaptam, Fenyvesi Zoltántól, hiszen ma, amikor keressük a közös nevezőt is akár, akkor azt gondolom, hogy a nemzeti önrendelkezés markánsabb képviseletéért sokan kiáltanak, illetve az Európai Uniónak a magyar kormányzati kommunikációt messze meghaladó kritikájának képviseletéért is, és hát főként a hitelességre, a következetességre,
például nem asszisztálva Ukrajna EU felvételéhez, és bizony az Európai Unióval kapcsolatban Csurka István 2003-ban így fogalmazott, még a tagság előtt. Az EU csatlakozás egy újabb, az előzőnél is rosszabb, végzetes rendszerváltás, amelyben most már minden nemzeti törekvést, megújulást, rendteremtést a brüsszeli szabályokkal folytanak el. Ez az új uralom rosszabb és aljasabb lesz, mint a szovjet uralom, mert ez a demokrácia köntösében jelenik meg. A magyarságot az elnyelés veszélye fenyegeti. A nyakunkon élősködő balliberális elitünk, a sorsunk iránt közömbös, a privatizációból meggazdagodott idegen zsoldban álló réteg élve akarja eltemettetni a magyarságot egy uniós sírhant alá. Fogalmazott Csurka István 2003-ban. Akkor most, ahogy említettem, Fenyvesi Zoltánhoz szó, és szeretettel köszöntöm Hegedűs Lórántot is, ahogy említettem, befutottam. Neki feltartott az első szobakelyre. Köszönöm szépen, nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Először is boldog új évet kívánok mindannyiuknak, mindannyiunknak. Másodszorban pedig szeretném megköszönni Novák elődnek a meghívást és ezt a szervezést, mert nem akármilyen szervezés van emögött az elsőben. Ígérem, rövid leszek, előd annyi mindent elmondott, hogy előtte a puskaporom nagy részét, de egyáltalán nem baj, nem fogom megismételni. Azt azért megmondom őszintén, hogy nagy öröm így körülnézni, sok ismerőst és remélhetően sok barátot is üdvözölhetek itt egyúttal. Hosszú évek után, annak idején 18 évig voltam ennek az irodának a gazdája. Utána 12 évig nem tettem be ide a lábamat. Tehát el lehet gondolni, hogy utána milyen érzésekkel. Mondhatom azt is, hogy egy kis izgalom, egy kis szívdobogással jöttem, és nagyon jó érzéssel vagyok most itt. Viszont a bemutatásoknál én még egy személyt szívesen bemutatnék, azt, aki a 11. kerületi MIÉP megalakulásában döntő szerepet játszott, mert az ő lakásán alakult meg, Pruszynszky Pruszynál a lakásán. Akkor hét fővel alakult meg a helyi MIÉP szervezet, és ebből lett az a csúcs idejében 155 fős tagság. Majdnem ilyen létszám előtt tartottuk a taggyűléseinket. És őszintén szólva, nagyon szívemhez nőtt ez az iroda is, nem csak a MIÉP, hanem a helyiség is. És nem csak azért, mert az ablakai előtt, amin most nem lehet kilátni, de akkor, amikor itt voltam, még lehetett, az ablakai előtt Nagybányai Horthy Miklós vonult el, hogy a vörös rongyokba öltözött Budapestet gatyába rázza. Mondhatjuk azt is, hogy talán nem véletlen, hogy a Nemzeti Radikalizmus irodája ezen az úton jött létre, vagy ez volt a központja, és hogy Csurka István is itt tartotta elnökségüléseit, sajtótájékoztatóit, és hát nagyon sok fontos esemény indult el innen. Én remélem, hogy ami innen elindult, azt tovább viszik azok, akik az iroda mai gazdái. Viszont ha már Csurka is, és üdvözlettel Dörner, köszönöm Dörner. És lassan be is fejezem, úgyhogy ha már szóba került Csurka Istvántól ez az idézet, akkor úgy gondolom, hogy az a méltó Csurka Istvánhoz, az ő szellemiségéhez, egyébként jövő hónapban lesz halálának az évfordulója, február 4-én, hogyha egy fiatal generáció átveszi azt az ászlót, amit annak idején mi,
ma már kevésbé fiatalok, mondhatjuk szépkorúak. Annak idején vittünk, hittünk benne, és tudom, hogy jelen vannak többen olyanok, akiknek Csurka Istvánnal voltak személyes konfliktusai. Én is vitatkoztam vele. De most nem ez a lényeg, hanem az, amit ő annak idején társaival együtt többet magával elindított, hogy az szárba szökkent, aztán Jobbiknál kicsit kisiklott később, de most megint lehet olyan egység, olyan csapat, egy jó nagy csapat, minél nagyobb csapat, amely a Csurka Istváni akkori gondolatokat a mai helyzethez igazítva tovább viszi. Én ehhez kívánok a mi hazánknak és a mi hazánknak eredményes és boldog új évet. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen Fenyvesi Zoltánnak a sok évtizedes munkásságot és a tanácsokat. Most pedig rátérve a három alapító elnökre, történelmi és kronológiai sorrendbe szólítom tehát először is Horváth Lajos urat, úgyis, mint Csurka István társelnökét. Nagyon köszönöm. A kronológiai sorrend azt jelenti, hogy én vagyok a legöregebb közülünk, sőt, itt a Delemesről tartozom a sereghajtó közé, elég szép kort megértem már, de még remélem, hogy fogok és sok győzelmet is látok. Tehát egyelőre most nem ugyan az ászló, de a videóban kidolgotok, hogy ez úgy álljon. Most a fiatalokon van a sor, úgyhogy csak csináljátok, szolgáljátok a hazátokat, ne felejtsetek el soha Istenhez is hűnek lenni, és a hazához is hűnek lenni. Szeretni embertársunkat, de megmondani neki, amit meg kell mondani, és megharcolni, amit meg kell harcolni. Ezzel az üzenettel jöttem én el hozzátok. Nagyon sietek sajnos egy egészségügyi ok miatt, viszont nem akartam, hogy mai napot elkölteni, ne láthassalak benneteket, nagyon sok olyan arc van itt, aki ha nem is sikerült köszönteni, vagy kezet rázni, gyűszítem már éppen bólogatsz erre, de itt vagytok mindannyian a szívem csücskébe, itt is maradtok. Legyetek erősek, bátrak, tisztességesek. Szép, boldog, gazdag új esztendőt kívánok nektek. Nagyon köszönöm a szerény szavakat, és szerencsére nem az ő egészségi állapota miatt kell távozni, hanem a segítség nyújtására lesz szükség, de azért így is köszönöm, hogy megtisztelt minket jelenlétével. Én voltam megtisztelt. Köszönjük szépen a látogatást. És a kronológiai sorrendnél maradva említeném, hogy 2006-ban Csurka István összefogott a Jobbik Magyarországért mozgalommal. A miép Jobbik a harmadik út néven választási párt jött létre, úgyhogy ha előbb egy társelnököt, Csurka István egyik társelnökét, akkor most hadd köszöntsem Csurka István másik későbbi társelnökét, akár mint a miép Jobbik a harmadik út társelnökét, akár mint a Jobbik Magyarországért mozgalom alapító elnökét, immár dr. Kovács Dávidot. Nagyon szépen köszönöm a szót, mindenkit szeretettel üdvözlök. Nem készültem beszéddel. Mégpedig azért nem, mert ugye előtt engem egy, így mondta, osztálytalálkozóra hívott, és ez motivált engem elsősorban, hogy olyan emberekkel találkozhatom, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Nagyon megtisztelő, hogy előd ebbe a sorba tulajdonképpen engem így ilyen helyre helyezett, és méltányolható elődnek a koncepciója, hiszen ő azt akarja kifejezni, és ez tökéletesen igaz, hogy van kontinuitás a miép, a Jobbik és a mi hazánk között. Hát ezt előtt tulajdonképpen személyében is hülyen kifejezi, de ugyanezt el lehet mondani Toroszkai Lászlóról. Én emlékszem, hogy itt tartottunk valamifajta fórumot, beszélgetős, nem is tudom, estet, és meghívtuk akkor Toroszkai Lászlót, aki a miép köréhez tartozó, tényfeltáró újságíró volt, aki Délvidékről tért meg. Tehát, hogy nagyon sok minden kapcsol ez a helyhez. Tehát külső szemlélőként, aki már
közel 20 éve, kis túlzással 20 éve hátat fordított a politikának, azt kell mondanom, hogy ez a kontinuitás, ez legitim, ez létezik, és nem csak személyekbe kifejezhető, hanem tulajdonképpen, ha megnézzük azokat a döntő nemzetstratégiai kérdéseket, amiket egy korona miért a 90-es évek elején fölvállalt, valóban visszaköszönnek a Jobbik programjába, és értelemszerűen a Mi Hazánk programjában is. De én nem ezért jöttem el. Tehát nem azért, mert ki akartam volna fejezni ebben a, hogy is mondjam, kontinuitásban a magam helyét, vagy nem a Jobbikot akarom képviselni, magyarán. Egy megmásíthatatlan történelmi tény, hogy én voltam a Jobbik alapítója. De ami miatt én eljöttem, az a magyar igazság és élet pártja. Aminek ugyancsak egy, ha úgy tetszik, egyszerű tagja voltam, de, és elnézést, akkor itt személyessé válik a mondandóm, de elsősorban ezt akartam elmondani, ezért jöttem. Nem gondoltam, hogy egy fórumnak fogom ezt elmondani, azt gondoltam, hogy egy-két embernek, akik úgymond a szívemhez nagyon közel állnak, és akiknek nagyon sokat köszönhetek. Tehát én a 11. kerületnek voltam a tagja. Itt szocializálódtam, itt szívtam magamba mindazt, amit a miért képvisel. És nagyon sokat köszönhetek Fejvesi Zoltánnak támogatásáért, gondolatokért, Merényi Sándornak, aki ugyanígy elmondhatom, ahogy előd is, hogy lehet ezt mondani, fölfedezett engem, támogatott engem, és Vescsenek Ödönnek, akivel nagyon komoly és fontos beszélgetéseket folytattunk, tulajdonképpen abban az eszmekörben, ami szívünkhöz oly közel állt. Emlékszem, hogy mennyit mesélt nekem Németh Lászlóról. És ez mind a mai napig az én gondolkodásomat, sőt nem csak gondolkodásomat, hanem amivel foglalkozom, meghatározza, hiszen történészként tulajdonképpen ez az a terület, ami nekem az otthonom, és ami hozzám oly közel áll, és amely számomra oly fontos. Tehát ezt mindenféleképpen el szerettem volna mondani, tehát én 11. kerületi tag vagyok, azt az utat a 2. kerületből, amit most megtettem, 20 év után, azt én oly sokszor megtettem, gyakorlatilag 17 éves korom óta. Én a 17 éves korom óta tartoztam a miéphez, a 11. kerületi miéphez. És elnézést, hogy most nem említek meg mindenkit, csak azokat, akiket látok, akikkel kapcsolatban ezek az emlékek előtérbe kerülnek. És bár dolgot azért hagy mondjak a általánosságban a miéppel kapcsolatban is. Tehát, hogy mit jelentett Csurka István, mert azért Csurka István szelleme hozta létre ezt a politikai erőt. Tehát nyilván itt nagyon sok ember akarata, tevékenysége, szerepet játszott a miép sikereiben, de azért tulajdonképpen egy szellemi centrum, egy szellemi középpont volt az, amely ezt a politikai pártot életre hívta. És előtt döbbentett rá, tegnap este elküldte nekem a Mandinerben megjelent interjút. És ugye ott beszélt arról, hogy én Szabó Dezsőről írtam a magam doktori disszertációját, monográfiáját. És tulajdonképpen rádöbbentem arra, hogy hát én elszakadtam a politikától, de hát tulajdonképpen a mai napig, amivel foglalkozom, ami az életem része, az innen jön. Nem azt mondom, hogy csak Csurka Istvántól és a miéptől, amit ő képviselt, mert Csurka István, én azt gondolom, hogy abban a láncolatban tartozik bele, amelynek kezdőpontján ott van Szabó Dezső, amelyet Németh László folytatott, és az utolsó, ilyen értelemben régi kategóriák szerinti nagyformátumú képviselői, mint író ember, mint író politikus, mint író közéleti személy, Csurka István volt. És ez az a szellemi kör, amelyhez én tartoztam. A miép összetettebb volt, különböző egyéb, ha úgy tetszik, most elnézést a kifejezésért, szubkultúrákat felölelt. Emlékszem, hogy az őstörténet iránt érdeklődőknek adott ez helyet. A radikálisabb, jobboldali irány képviselői is jelen voltak. De Csurka István szerintem döntően ezt a fajta, a népi mozgalomnak, mondjuk így ezt a jobboldali irányát jelenítette meg gondolataival. És ez a mai napig tulajdonképpen életem része. Az én belső késztetéseim és ez a külső impulzus, amit a miép és Csurka István jelentett, szülte meg tulajdonképpen, ha úgy tetszik, vagy formált meg engem. Ezért végtelen hálával tartozom. Tehát ami vagyok, az részben Csurka Istvánnak és ennek a szellemi körnek
köszönhető. Én igazából ezt szerettem volna elmondani, nem egy nagy plénumnak, hanem személyeknek, de talán nem baj, hogy ezt így elmondtam. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Való igaz, hogy egy osztálytalálkozóként indult. Előbb hívtam Erényi Sándort, meg Vescseleködöt, mint Szabó Lukácsot, a VIP alelnökét, de egy kicsit kilőtte magát, olyan nagy hát igény volna rá, ahogy szokták ugye mondani. Minden esetre még egy kis relikviáknál maradva, és bár azt mondtad inkább VIP-ről, de hát ez VIP Jobbik, a harmadik útnak egy egyik választási plakátja. Hát azért Gyurcsány Ferenc azért meghatározó volt mindig a VIP Jobbik történetében. Ma is az, csak ma már inkább ugye szövetségesének tekinthető. Minden esetre ezeket a relikviákat, amikor nézegettem, vagy hát ha bárki nézi, akkor kísérteties hasonlóságot láthat, mondjuk a VIP ifjúsági tagozat felvételi kérelme és a Mi Hazánk felvételi kérelme között, mert való igaz, hogy nem csak jobb folytonosság, de a technikai folytonosság, tulajdonképpen ugyanazok a fájlok, amik itt vándoroltak a számítógépemen, kis módosítással, egy logó cserével, tehát ugyanazt képviseljük ugyanabban az irodában, ugyanazzal a mobilszámmal, ahogy mondtam, és való igaz, hogy ez a Szabó Dezső idézet, amit tulajdonképpen alapító, sőt, zászlóbontó gyűlésünk jelszava is volt, hogy minden magyar felelős, minden magyarért. Ez talán a politikában nem kifizetődő, ha megnézzük, hogy külhonról a Fideszen kívül kikap bármennyi szavazatot. Nem nagyon lehet ott szavazatokhoz jutni, nekünk viszont mégis fontos volt ezt az alapvetést kimondani. És hát nagyon örülök, hogy Szőcs Zoltán után tulajdonképpen, hogy még szintén Kovács Dávidnak az egyik talán mentorát említsem, Szabó Dezső kapcsán, nagy Szabó Dezső szakértő volt még a Kovács Dávid előtti időkben, hogy mondjuk így, hiszen egy generációváltás eljött a tudományos életben is, a történészek között is. Csak ő vezette ott a szakdolgozatommal, ő segített, és ezt elfelejtettem. A szakdolgozatát is ő vezette, ezt nem is tudtam. Vagy hát segített. Csak tudom, hogy sokat járt hozzá is, nem csak a könyvtárba, a mai napig is. Úgyhogy ennek nagyon örülök, illetve ami itt a Szellemi Holdudvart illeti, a MIÉP által alapított Bocskai István Szabad Egyetem mintájára alapítottuk meg a Fekete István Szabad Egyetemet, ugye? Itt az alapító kiratot lehet látni, és ennek a keretében volt már előadónk Ábrahám Barnabás, Bakai Kornél, Bogár László, dr. Borbé Zsolt Attila, Borvendég Zsuzsanna, dr. Csat Magdolna, Dérer Zsolt, Drábik János, Héj Andreász, Jelenszki István, Kassai Lajos, Király Roland, mind ebben az irodában az elmúlt években, dr. Letoha Tamás, Mónus József, nyilvesszejét itt is lehet látni a fehér farkasnak, Pap Gábor, dr. Pap Lajos, dr. Pécsi Rita, dr. Popé Gyula, Raffai Ernő, Rozgics Mária, Situl Eszter, Simó József, Szakács Árpád, dr. Téglás Imre, Varga István, Vékony Csongor, Bukics Ferenc, Vot Imre, szóval nagyon sokan fordultak itt meg, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a szellemiséget, akit valaki a tudományos életben, valaki a civil életben, valaki pedig a politikában folytat. Ha már az együttműködési megállapodásokat soroltam, amit 2006-ban Csurka István kötött, akkor rátérhetünk a 2019-ben szintén a MIÉP által és egyben a Mi Hazánk között kötetett együttműködési megállapodásra, egy dokumentumra, melyet az akkori elnök Nagy Tibor írt alá a MIÉP nevében, és Torockai László, hiszen a Mi Hazánk számára az első összefogás még a Kisgazdapártot is megelőzően szimbolikusan is a MIÉP-vel történt. Hadd idézzek ebből a relikviából, bár ez már frissebb relikvia, de számunkra mégis fontos iránytű maradt. Történelmi felelősségünk tudatában a nemzetépítő állam kialakítása, illetve a pártérdek helyett a magyar érdek hangsúlyosabb képviselete érdekében a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Igazság és Élet pártja értékelvű együttműködési megállapodást köt a két pártelnök készfogásával és jelen dokumentum aláírásával, miután a felek egyeztették a programjukat, és hamar megtalálták a közös nevezőt. A nemzeti ellenzék szövetségkötésére szükség van, hogy harmadik út jöhessen létre az elfelelő egyesült bal liberális tömbbel és a sógor-koma rendszert megvalósító kormánypárttal szemben. Se Gyurcsány, se Orbán rendszerét nem támogatja a Mi Hazánk és a MIÉP, mely pártok megvalósítják a nemzeti összefogást a Szabó Dezsői gondolat mentén, minden magyar felelős, minden magyarért.
a politikailag korrekt közbeszéd és média, a társadalmi problémák szőnyeg alá söprése, a kisítő és megalkuló politikusok helyett őszinte, tabudöntő, paradigmaváltó politikával készül a két párt a nemzetépítő államprogramja mentén. A Mi Hazánk mozgalom 2018-ban jött létre annak érdekében, hogy az utóbbi időszakban elárult nemzeti gondolatot és radikalizmus tovább vigye, ezért szükségszerűen a gyökerekhez nyúl vissza, amikor vezetőik egy részének politikai indulását biztosító Magyar Igazság és Élet pártjával köt először együttműködési megállapodást a nemzeti összefogás jegyében. A mi épp szellemi öröksége sokrétű, parlamenti időszaka a konstruktív ellenzékiséget mutatta meg, azt megelőzően pedig a mozgalmi jelleg volt hangsúlyosabb, de mindvégig komoly értelmiségi bázissal. Többek közt ez található meg a Nemzeti Összefogás című együttműködési megállapodásban, amit a 2019-ben a MIÉP akkori elnöke és a Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke, következő hozzászólónk, vendégünk Torockai László írt alá itt, ebben az irodában. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és én magam is egy bajtársi baráti találkozóra jöttem, ezért elsősorban önökhöz, hozzátok szeretnék majd szólni, és sokkal inkább személyes hangvételű lesz az a néhány perces megszólalásom, mint politikai, de azért ígérem, hogy a szép számmal megjelent sajtó munkatársai sem maradnak majd csemege nélkül. Szerintem ezt Csurka István és a MIÉP szellemisége is elvárná tőlünk. Először azonban én is szeretnék köszönteni mindenkit, akit név szerint még nem sikerült köszönteni, és akikkel együtt MIÉP-esek voltunk annak idején. És szintén szeretnék köszönteni mindenkit, aki már nem lehet itt, de a mennyországból hallgat minket, és annak idején együtt volt velünk ezen az úton, a magyar úton, a harmadik úton. Közülük személy szerint hagy említsem meg a saját édesapámat, aki már nem lehet közöttünk, de aki a szegedi MIÉP szervezet, alapszervezet elnökeként és önkormányzati képviselőjeként tevékenykedett, képviselt éveken át a MIÉP-et, és éppen ő is egy 150 fős alapszervezetet hozott létre Szegeden. Valóban más idők voltak, ugye nem volt Facebook, és akkor még tényleg összetudtunk jönni akár 100 000-en egy rendezvényen a Hősök terén. Ma már sokkal nehezebb az embereket meggyőzni arról, hogy elhagyják a virtuális valóságot, és amikor megjelent az internet, megjelent a világháló, és megjelent a közösségi média, akkor nagyon sokan a mi köreinkből azt gondoltuk, hogy fú, ez milyen jó, mert ugye az a borzasztó média blokkád, az a cenzúra, ami mindig sújtott minket, az így majd leküzdhető lesz. Hát sokkal durvább cenzúrát hozott ez a világ, mint amiben annak idején éltünk, mert annak idején legalább a Magyar Fórummal, és akár ilyen kézről kézre terjesztett anyagokkal tudtuk az igazságot vinni. Én magam is a Magyar Fórum munkatársa voltam éveken keresztül, és hát az a helyzet, hogy ma már nagyon nehéz rávenni az embereket, a fiatalokat pedig a legnehezebb rávenni, hogy egyáltalán elolvassanak mondjuk papír alapú szövegeket. Én most mégis hoztam magammal egy idézetet, méghozzá nem mástól, mint Csurka Istvántól, és ezt az idézetet szeretném most felolvasni, megidézve Csurka István szellemét, szellemiségét, illetve a 90-es éveket, amikor jó magam 1996-ban csatlakoztam a MIÉP-hez, akkor 18 éves voltam. Talán korábban azért nem, mert még nem is lehetett, de akkor lettem nagykorú. És 1997-ben már Szegeden, a Dugonics téren október 23-ára emlékezve az 1956-os forradalmi szabadságharcra emlékezve Csurka István előtt szólalhattam fel a színpadon, ami egy nagyon emlékezetes és meghatározó élmény volt számomra, nem csak azért, mert akkor állhattam ki nagyobb tömeg elé, nagyjából 5000 ember volt Szegeden a Dugonics téren, hanem azért is, mert az el is döntötte a sorsomat az egyetemen, ugyanis kommunikációs szakra jártam abban az időben, Havas Henrik iskolájában, aki történetesen éppen arra sétált, ugye a Szegedi Egyetemhez tartozott a Budapest Média Intézet, amelynek hallgatója voltam, ami után a tanáraim behívattak itt Budapesten az egyetemen, és elmondták nekem, hogy ugye éppen 1997-et írtunk, hogy remek lehetőségek állnak előttem, mint tehetséges tanuló előtt. Ugye akkor indult a kereskedelmi televíziózás éppen Magyarországon, és
mind az RTL klubban, mind a TV2-ben, ugye az akkori TV2, akkor még a Fidesz nem vette meg. Szóval hogy a TV2-ben és az RTL klubban is álláshelyeket kínáltak nekem. Egyetlen egy apróságot kértek tőlem, hogy felejtsem el a miépet, felejtsem el azt az eszmeiséget, amit a miép képvisel, felejtsem el ezt a nagy magyarkodást, nem tudom, emlékeztek-e még erre, hogy 90-es években keletkezett szóra, hogy nagy magyar, meg mély magyar, felejtsem el ezt, és akkor óriási karrier lehetőségek állnak előttem, mint újságíró. Akkor az volt a válaszom az egyetemen, hogy soha nem adom fel az elveimet, nem adom fel azt az eszmeiséget, amit képviselek, és nem hagyom el a miépet. Teszem hozzá, hogy a mai napig nem tudok róla, hogy engem kizártak volna, kitettek volna miéből, mai napig megvan a miépes kártyám, viszont azzal, hogy én 2001-ben a civil területen, ennek elsősorban az volt az oka, hogy akkor a kárpát-medencei magyarságért szerettem volna tenni, a miép pedig inkább, Csurka István mondta nekem, négy szem között inkább ugye a Csonka Magyarországra fókuszált, ezért indítottam el akkor a 64 vármegyi ifjúsági mozgalmat, ami egy-két év alatt egy több ezer fős fiatalokból álló szervezetté vált ugye a 2000-es évek elején, és én egyszerűen kikoptam a miépből, tehát engem mai napig nem zártak ki, nem volt ellenem etikai eljárás, és én ott voltam egyébként Csurka István temetésén és a hátsó sorokban személyesen, és számomra nagyon meghatározó élmények voltak, de hát végül is ugye az egyetemet így nem tudtam ott befejezni Havas Henrik iskolájában, és hát maradtam ezen az úton, azóta nagyon sok idő eltelt, most leszek 46 éves, de még mindig ugyanezt az utat taposom, ezt a rögös utat, és igaz, hogy volt ennek már miép neve, volt Jobbik neve, és most pedig a Mi Hazánk Mozgalom a neve, de én mindig is azt vallottam, hogy a legfontosabb az a közösség, és az a szellemiség, amely együtt van, mindegy, hogy közben milyen nevű pártok vannak, milyen nevű szervezetek vannak, mindig ezek a pártok, ezek a szervezetek csak azért tudnak létezni, mert önök, ti és a hozzátok hasonló magyarok vannak a világon. No, tehát akkor megidézném először is Csurka István szellemét, a miép egykori szellemiségét, azzal, hogy mit mondott. Ugye itt nagyon sokan tudják, a média vagy a kamera, az operatőrökön keresztül talán majd eljut olyanokhoz is, akik nem voltak velünk a 90-es években a miében. Lehet, hogy ők nem emlékeznek arra, hogy egy Vátesz vezette azért akkor a miépet. Most, hogyha felolvasom ezeket a sorokat, és hogy mi mit hirdettünk a 90-es években, akkor azért szerintem sok mindenkinek az erejében meghűl a vér, hiszen ehhez képest Nostradamus az semmiség. Következő Csurka István idézet, hát közben eltelt minimum, de több mint két évtized. Azt mondta, vagy azt írta, a végső cél a magyarság kipusztítása. Nem fegyverrel, nem mérges gázzal, hanem pénzügyi politikával, életlehetőségeink elvonásával, mert kell a hely másoknak. Ez a kor, amelyben élünk, 90-es évek, és különösen az, ami ránk következik, a jövendő században a népvándorlás kora. A színes bőrű, mérhetetlen szegénységben élő, de viharosan szaporodó népek keletről nyugatra, délről északra vándorolnak. A nemzetközi nagytőke és a bankok elősegítik ezt a népvándorlást, mert ez az érdekük. És most figyeljetek nagyon, bár pártpolitizálni nem szeretnénk ma, de azért ezt muszáj megemlítenem, ugyanis amikor ezt az idézetet kerestem, emlékeztem erre a Csurka idézetre, és amikor kerestük a világhálón, akkor a Fidesz által működtetett vagy támogatott 888.hu-n találtuk meg Csurka Ismántól ezt az idézetet, és ami egészen meglepődtünk Szabó Laci barátommal, akit megkértem, hogy keresse meg ezt az idézetet, akkor mondta nekem, hogy egy nagyon érdekes dolgot fedezett fel. A most következő egy mondatot kihúzták a 888.hu néhány évvel ezelőtt, amikor a fideszesek Csurka Istvánra, illetve a miépre hivatkoztak. És az a következő mondat, amit ők kihúztak, de Csurka István eredeti szövegében szerepelt, az így szól. Az USA a NATO-n keresztül már beérkezett Európa közepébe, és most a saját igényeinek megfelelően nép lerakatot akarnak csinálni Európa és Oroszország között. Ugye a Vátesz? Erre
Na mi nem hagyjuk ki ezt a mondatot sem. Erre pillanatnyilag sajnos Magyarország a legalkalmasabb, mert Kasztja kormányai régen elárulták. A trianoni határok között Magyarországon 20 millió ember is elfér. De belátható időn belül ebből csak 7 millió lesz a magyar, afelé tartunk ma már, és 4 millió cigány, a többi 9 pedig mindenféle vegyes, akkor Magyarország nemzetközi nép lerakat lesz. Itt a Kárpát-medence közepén, nagyjából ugyanannak a nemzetközi kozmopolita rétegnek a vezetése alatt, mint ma. Nagyon keserű lesz akkor magyarnak születni. Megbélyegzettség, üldözés, megszégyenítés és a teljes magyar történelem eltagadása lesz az osztályrészünk. Nyelvünk helyén vartyogást hallhatunk. No, hát pontról pontra minden beigazolódott ebből a jóslatból, sajnos. És ezzel kapcsolatban hadd idézzek föl néhány személyes történetet. És akkor itt van az a rész, aminek örülni fog a sajtó, aki ma itt van. Már nem a saját operatőrinkre gondolok, hanem a másik oldalra, vagy ellenséges oldalra. Ugye 97-nél tartottam, amikor közölték velem az egyetemen, hogy itt nem nagyon terem nekem babér, és én végül is úgy távoztam onnan az egyetemről, hogy az utolsó, amit fejemhez vágtak, ugye remek tanáraim voltak azért csak, hogy politikailag mindenki be tudja tájolni, Havas Henrik mellett Zöldi tanár úr, aki a Népszavánál dolgozott, Farkasházi Tivadar, és többiek. És akkor én úgy távoztam az egyetemről, hogy akkor a fejemhez vágta az egyik tanárom, hogy a büdös életben nem leszek újságíró, mert ezt meg fogják akadályozni. És akkor azt mondtam, hogy még főszerkesztő is lehetek, majd csinálok magamnak újságot. Végül bejött ugye a Magyar Jelen főszerkesztője lettem, amit saját erőből iszonyatos nehezen évekig működtettünk. Ugye önöknek, nektek, sok-sok magyarnak köszönhetem, aki egyszerűen megvette az újságot. Kinkeservesen tegyük hozzá, volt, hogy nem tudtunk megjelenni, tehát nagyon nehéz anyagi körülmények között, de pont egy évtizedig, ugye 2003 és 2013 között adtuk ki főszerkesztésemmel a lapot, a Nemzeti Ellenállás lapját. És 1998-ban aztán már, akkor kerekkel 20 éves voltam, országgyűlési képviselő jelöltje voltam a Mi Évnek, és szintén egy nagyon személyes történet, ez a mai napig egy ilyen visszatérő, ilyen támadási pont, hogy én nem Torockai László névvel születtem. Ugye biztos önök ti is találkoztatok már ezzel. Ugye van pár ilyen toposz Torockaival kapcsolatban, ugye 2006, hát ugye a legnagyobb legenda, a legnagyobb mit csináltunk 2006-ban, most nem akarom ezzel az időt rabolni. Viszont a névhez azért kötődik megint a miépnek. Köszönhetem azt, hogy én annak idején, amikor ugye a Magyar Fórumban elkezdtem az első cikkeimet írni, már akkor a Magyar Fórum szerkesztőségemnél, tehát maga Csurka István is mondta nekem, hogy hát Vacikám, ez borzasztóan gyakori név ez a Tóth László. Úgy hívtak ugyanis. És mondta, hogy hát nagyon sok van, azért ugye újságíróként illik valami olyan nevet választani, ennek nagy hagyománya van a művészi világban, újságírók között, hogy hát valamilyen nevet használják, és én 12-13 éves korom óta ezt a Torockai nevet használgattam ilyen diák íróként, verseket farigcsáltam 10 éves koromban, nyilván ezeket aztán magamat elszégyelve 20 évesen elégettem, de már akkor ugye a Torockai nevet használgattam, és akkor Torockai Tóth Lászlóként jelentek meg a Magyar Fórumban az első írásaim még ugye 18 éves korom környékén, és amikor a 98-as választásokon országgyűlési képviselő jelölt voltam ugyanabban a körzetben, ahol jelenleg is élek, ahol most is indultam Mi Hazánk színekben, ez a Csongrád, most már azóta ugye, akkor Csongrád megye 2. számú választókörzet volt, ma már Csongrád, Csanád, Vármegye 2. számú választókerületében, akkor azzal szembesültem, hogy egyrészt nem nagyon tudták a helyi miépesek sem, hogy most én ki vagyok, mert ugye a Torockai néven ismertek a Magyar Fórumból. Aztán ami a legsúlyosabb volt, az az, hogy mire kinyomtattuk a szórólapjaimat és a plakátjaimat, kiderült, hogy még egy Tóth László elindult függetlenként, aki legalább egy 1,5%-ot elvett tőlem a miépes jelöltől, és akkor az utolsó éjszakákon jártuk az egész választókerületet, körzetet, és ragaszgattuk át a plakátok elé, hogy ifjú Tóth László, hogy megkülönböztessen magam.
És ez annyira bedühöttem, hogy akkor hivatalosan is fölvettem, kezdeményeztem belügyminisztériumba, és akkor így lettem Torockai hivatalosan. Ugye egyszerűen ennyi a nagy legendának az oka. Nem magyarosítottam a nevemet, hanem pont az a baj, hogy a Tóth László a harmadik leggyakoribb magyar név, szeretném jelezni. Ugye Kovács Istvánok tudják ezt, a Nagy Jánosok tudják ezt, hogy milyen így élnek, akkor állandóan összekevernek. Közéleti szereplőként pedig egyszerűen ez jön szembe az emberre. Ez is a mi évnek köszönhető, hogy hivatalosan, személyigazolványban is, a gyerekeim is torockaik lettek emiatt. Hajnem vállalok a mi évnél ilyen szerepet, és nem leszek. Egyébként teszem hozzá, ha jól emlékszem, az ország, az akkori az országgyűlési választások legfiatalabb országgyűlési képviselő jelöltje voltam, akkor ez nem így alakul, és akkor én nekem most is Tóth László nevem, és nem Torockai. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek a mi évnek, alapvetően megváltoztatta az életemet. Úgy ismertem meg nem csak Kovács Dávidot, hanem Novák Elődöt is, akivel mi bármennyire is szeretnénk, de nem elválasztható a sorsunk. Tehát úgy tűnik, hogy függetlenül attól, hogy néha jókat szoktunk vitatkozni, hiszen két egész erős karakterről van szó, de valamiért nekünk mindig találkozik a történetünk, úgyhogy én most már ebben belenyugodtam, nem tudom előtte, hogy vagy ezzel, hogy nekünk ezt végig kell csinálni. És ugye mondtad, hogy szeretnél most már még egy új nemzeti radikális, vagy nem szeretnél még egy új nemzeti radikális pártnak a parlamentbe juttatásában részt venni, szerintem már nem tudunk. Tehát ez az utolsó kettők számára, ezt engedjétek meg nekem, hogy ennyire megint személyes legyek. Viszont visszatérve Csurka Istvánra, mi az, amiben igaza volt, mi az, amit megjósolt, és mi az, amit tökéletesen eltalált, hát amit az előbb felolvastam. Tulajdonképpen ez az eszenciája volt mindannak, amit a mi ép a 90-es években képvisel. De akkor most jöjjön az a rész, amit a sajtónak is gondolom, hogy örömmel elmondhatok, mert legalábbis ők biztos, hogy csemegézni fognak majd ebből. Közületek jó pára emlékeznek arra, hogy Csurka István hol élt, hol lakott, biztos többen vagytok hozzám, hasonlóan, akik jártak az otthonában, Damjanich utcai lakásában, Balatonedericsi nyaralónál. Köszönöm, és még ott is. Na én ott nem. Én ezt a kettőt ismerem. Én ebben a kettőben jártam. És egyszer ültünk Csurka Istvánnal, az általában úgy kezdődött, hogy mondta, hogy igyak már ugyanett valamit. Ugye egy pohár volt, hogy nagyon fiatal gyerek voltam, mert én azt sem tudtam, hogy hogy kell. Ha ittam, akkor túl sokat ittam, az volt a bajom, olyan fiatal voltam még. És akkor ott borozgattunk vele, és azt mondta nekem egyszer, sok mindenről beszélgettünk, én megkérdeztem szabadkőművesekről, mi a véleménye, nagyon érdekes dolgokat mesélt nekem, hogy szerinte kik a szabadkőművesek a magyar politikában. És egyszer azt mondta nekem, hogy jegyezd meg fiam, hogy a világ legerősebb lobbija az a zsidó lobby. Na most ez ugye a 90-es éveket írunk. Ez azért valamelyes biztos, hogy megváltozott. Ugyanis, hogyha ma Csurka István élne, és visszaolvasná ezeket az akkori gondolatait, egészen biztosan elégedetten nyugtázná azt, hogy mindenben igaza lett. Viszont hozzátenné azt, hogy talán, hogy ennél bonyolultabb lett a helyzet. Ugye az előbb fölnéztem a kuruc.info bannerjére. És nem tudom, hogy jól emlékszem-e. Ugye, és nem tudom, hogy Esze Tamás tényleg a főszerkesztője. Vagy nem. Szóval én, mintha úgy emlékeznék, mintha úgy hallottam volna, lehet, hogy van itt megbúvartom, Hering Gyóska megérkezett, aki esetleg ezt meg tudja erősíteni, de hogy voltak olyan zsidó szervezetek, akik az elmúlt években megpróbálták lekapcsoltatni ugye ezt a bizonyos hírportált, és nem sikerült nekik. És nem tudom, Köves Lomóéknak szerinted sikerült, mert úgy tudom, hogy nem. Ugye ők is megígérték, hogy lekapcsoltatják, és él és virul a kuruc.info. De úgy tudom, hogy LMBTQ szervezetnek sikerült már. Jól tudom ezt? Nem tudom, valaki meg tudja erősíteni, mert én ezt így tudom. Jó, oké. Értem. Látok egy-két bólogató, de inkognitóban jelenlévő szerkesztőt. Tehát bonyolultabb lett ez a kérdés. Bonyolultabb lett a kérdés, mert 90-es években Big Pharmáról és annak a trükkjeiről például nem beszéltünk, hogy hogyan működnek, hogy kik azok. LMBTQP és egyéb kérdések nem voltak annyira előtérben, nem volt annyira fontos, nem figyeltünk rá annyira, és bár az előbb idéztem, hogy Csurka István úgy jövendőlte, hogy 7 millió lesz a magyar és 4 millió a cigány, de én arra is emlékszem a 90-es évekből, hogy nem ez volt a fő sodratú téma.
mert még olyan messzinek tűnt. Ha valaki ma elmegy vidékre, én vidékről jöttem ma is, és úgy adódott, hogy mivel ugye ásotthalomról hoztam vissza a gyermekeimet, nem tudtam az M5-ös autópályán normálisan haladni, úgyhogy alig értem ide, mert gondolom az ortodox karácsony miatt az teljes Balkán megy vissza ugye Németországban, megbénítva a magyar autópályákat, ugye az M5-ös, M1-es autópályát, azért ugye letértünk, megint ilyen vidéki településeken keresztül jöttünk, és hát a 90-es években bizony sok olyan falu van, ahol jobb volt az infrastruktúra, nagyobb volt a közbiztonság, és az életminőség is jobb volt, valljuk be őszintén. És most azt látjuk, hogy vidéken nem csak a postahivatalokat zárják be most megint sorban, nem csak arról van szó, hogy nem tud a saját pénzéhez hozzájutni sokszor a vidéken élő idős ember, szegény ember, akinek el kéne menni, a saját településünket említhetem, több mint egy hónapja nem működik egy bankautomata sem. Ásotthalmon, amióta egyébként Mészáros Lőrincék ugye megvették, azóta nem működik, azóta el kell menni Mórahalomra vagy Szegedre. Most azért ez egy ott élő nyugdíjasnak ez óriási probléma, hogy 35 km el kell menni, hogy a saját pénzéhez hozzájusson a bankkártyájával. És ezeken a településeken, ahogy mondom, az életminőség, sorolhatnám, akár a cigány népesség arányát ezeken a vidéki településeken, egyszerűen sokkal rosszabb, mint a 90-es években. És mégsem volt ugye ez akkor a 90-es években annyira kiemelt téma, mert akkor nem jött ez annyira velünk szembe. Ma már ez nagyon szembe jön Budapesten is, de vidéken még inkább szembe jönnek ezek a problémák. És hát ami az LMBTQ kérdést illeti, nem volt a fő témánk. Hallottuk róla, hogy van ilyen a 90-es években, nyilván meg volt róla a véleményünk, de nem tolták olyan agresszíven. Az arcunkban nem támadták meg vele a gyermekeinket, mint ami jelenleg történik, és szinte nem akarok erről hosszasan beszélni. Aztán az elmúlt években itt volt a Covid, mindenki elkezdett figyelni a Covid miatt az egész Big Pharma-ra. A Big Pharma létezett, már a 90-es években is létezett. Csak most került előtérbe. Bill Gates is hirtelen eddig ugye nem akart ezzel foglalkozni, nem akart a gyógyszeriparba fektetni, vakcinákba, Karikó Katalin cégébe fektetni, hanem pontosan akkor, amikor megjelenik a Covid. Tehát ezek mind-mind olyan események voltak, amelyek miatt ma már ez egy jóval bonyolultabb kérdés. Még akkor is, ennek nagyon fognak örülni a telexes sajtómunkatársak, üdvözlők őket, hogy még akkor is, hogyha óriási átfedések vannak a különböző lobby csoportok között. Tehát van közülük olyan oligarha például nemzetközi pénzember, aki mindegyikben tag lehet. Az összes csoportban tag lehet. Bonyolultabb lett a helyzet, de az, hogy, és akkor most amerikai szóval idézném, amit Csurka István még nem ismerhetett, ugye a Deep State az egy létező dolog, az ma már ugye fősodratú éppen erre, liberális értelmiségében erre szoktam mondani, hogy itt a nemzeti radikálisok új szóösszetételeket hoztak létre, például a fősodratú, mert nem szeretjük a mainstream szót használni, ezért mi azt mondtuk, hogy fősodratú. És igen, tehát hogy a fősodratú politikai, média, igen, Lovas Istvántól. Tehát hogy ma már a fősodratú politika, fősodratú közbeszéd, média kész tényként ismeri el mindazt, amiről mi nem suttogva beszéltünk, mi épesek hangosan beszéltünk róla, de amikor mi hangosan kimondtuk ezeket az igazságokat a 90-es években, körülöttünk mindenki piszegett, hogy jaj, ez óvatosan, ezt nem szabad kimondani. És ma nemhogy Magyarországon vált ez a fősodrat, ha úgy tetszik részévé, hanem az egész világon, még az Amerikai Egyesült Államokban is, ma tényként kezelik mindazt, amiről Csurka István és a mi épesek már a 90-es években beszéltek. Úgyhogy szerintem kevés annál jobb dolog van a világon, mint amikor az ember úgy megöregszik, én magam már így érzem, politikailag mindenképpen, hogy kezdek megöregedni, hogy úgy öregszik meg az ember, hogy azt mondja, hogy mindig jó helyen voltam, mindig jó úton jártunk, és mi mindig az igazságot képviseltük. Úgyhogy én tényleg nem szeretném elvenni mástól az időt, a szót, a lehetőséget, itt szerintem sokkal fontosabb, hogy mindenki szóhoz jusson. Ne csak én, mindenkit szeretettel hívok az évértékelő rendezvényünkre. Az Nem Mi Épes, az Mi Az Ánkos rendezvény lesz január 27-én, az Európa Event Center, ilyen hülye neve van, de mindegy, ezt Nem Mi Épesek adták ezt a nevet. Itt szintén Budán, nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, hogy ott már a jövőről
beszéljek. Most egy kicsit a múltról beszéltem, a múltat idéztem. Meg úgy, hogy várlak benneteket szeretettel akkor 27-én, ugyanis a küzdelem az nem ért véget. A küzdelem az csak fokozódik. És mi szeretnénk, hogy itt az elején elhangzott az, hogy nem győzelemre áll az ászlónk, mi szeretnénk győzelembe vinni azt, amit a 90-es kérdésre. Köszönöm szépen. Csurka István által kiválasztott, mentorált, támogatott újságíró és képviselőjelölt, politikus volt Torockai László a mi épes időkben, illetve előadást tartott itt a meghívásunkra a 11. kerületi MIÉP ifjúsági tagozatának is, még talán a múlt században, de nagyon örülök, hogy ő sem változott, és ugyanazt képviseli, amit akkor is képviselt. És hát ilyen a következő hozzászólónk, a MIÉP egyik legismertebb prominense, aki alelnöke, országgyűlési képviselője is volt, két cikluson át is, ahogy említettem, ugye, mindkét ciklusban, aki ma a Mi Hazánk nyugdíjas tagozatának vezetőjeként a nagy visszatérő, aki újra itt van közöttünk, ugyanazzal a derűvel, mosolyan az arcán, de ismerhettük ezt a jó magyaros karakterét még akár Göt polgármestereként, illetve kevesen tudják, de magyar bajnok gátfutó volt, sőt, Európa bajnoki döntős, a negyedik helyezett gátfutó is volt. Nagyon szeretettel hagytattak fogadni Dr. Bognár László, egykori országgyűlési képviselő. Köszöntelek benneteket, de elsősorban a régi harcos társakat és az alapítókat, akikkel most nagyon jól találkozni. Nem akarok hosszú lenni, hiszen utána úgyis beszélgetünk. Két gondolatom van, az egyik egy tanulság a MIÉP-től a Mi Hazánk felé, hogy ne legyen olyan. A másik pedig egy érdekes sztori, amit egy olyan negyed évvel ezelőtt hallottam. Csurka Istvánról. A tanulsággal kezdeném, hogy a MIÉP nagyon jól startolt, de rosszul finiselt mindig. Tehát ez egy nagy... Nem én találtam ki, ezt a 2009-es EP képviselő listavezető mondta ezt akkor, aki rájött, hogy hát összeszedtük a cédulákat, mégsem lett beadva. Vagy hirtelen lemondtunk 70-74 képviselőről is a Fidesz javára. És ezt mi nem tudtuk. Lukács már rég ki volt zárva akkor persze, de a többiek se tudták, mert valami hátsó, egy hölgy valószínű működött ebben, akire én nem haragszom. De ezt nem szabad elkövetni, hogy amikor startolunk valóban, és beindul egy csata, azt végig kell harcolni az utolsó pillanatig. Mindegy, hogy összetettük, vagy nem tettük. Mert az nem voltok, hogy azokat akkor megtudják, hogy kik voltak a mi szimpatizánsjaink, és kárt fog okozni. Ez nem indok. Hiszen ezt úgyis bekerült volna, ha megvan, ugye? Tehát ezt szeretném csak figyelmeztetni. És egy sztorit mesélnék, ami engem nagyon meglepett, körülbelül egy olyan 4-5 hónapja. Valami Ocean, vagy miben mászkáltam, és elkapott, most nem jut eszembe a neve, a régi MDF-es budapesti választmány alelnöke. És egy érdekes sztorit mesélt, és azt mondta, ezt Raffainak elmondta eddig, és most nekem, és próbáljuk utána nézni a dolgoknak. Csurka István 1993-ban indult elnökként az MDF színeiben. Ezt jól tudjuk. Ez a választmány alelnöke volt megbízva a szavazó urnáknál, hogy felügyelje. Három szavazó urna volt, ugye azt hiszem egyik a, talán még a bíró is ott volt, ugye bíró is indult valamelyik részben, és ott volt Csurka István szavazóújára és Antal József szavazóújára. Csurka István azért indult, hogy ne legyen pártelnök és miniszterelnök egy személyben, Antal József. És ez nagyon jó volt. A végeredmény 637
Antal 545 Csurkarán. Na de hogy? Mit mesélte nekem ez a választmányi alelnök, aki meg volt bízva? Ő felügyelte az urnákat. Mindig megnézte, ellenőrizte, mindig állt ott valaki. Egyszer csak egy urna eltűnt. Nem tudom, hogy most bírói volt-e, vagy ki, akkor indult-e. Keverem abban. Én is ott voltam, de ezekről akkor én nem tudtam. És utána ravaszul oda mentem, meséli, megemeltem a két lábát. Csurkájét és Antalét. És érdekes módon Csurkájé jóval nehezebb volt a bedobott szavazatokkal. Közben ment a konferencia, és mindenki szavazgatott. Érdekes lesz, azt mondja, tényleg mégis akkor Antal nem lesz pártelnök, talán is csak miniszterelnök lesz. Aztán visszament megint, nincs Csurkának urnája. Mi történt? Rohant, megkereste Csurkát, elmondta Csurka Istvánnak, de nincs az urnád. Tudom! És mondott egy káromkodást. Tehát ez érdekes, hogy akkor egész más lett volna a világ, ugye, hogyha a Csurka az elnök, és Antal miniszterelnök, talán másképp lett volna. Talán tudjuk az okát, hogy mit mondhatott, sejtjük, ugye? Antal már akkor megfenyegetette a háromszázhármasságodat, de amire is Csurka azért visszavonult. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát a tanulság, hogy az is tartom, az finiseljen is, és én csak azért vagyok itt, és a nyugdíjas tagozat elvállaltam, mert a Magyar Igazság és Életpártja az most a Mi Hazánk mozgalom. Egy. Köszönjük szépen a sportos, taktikai, stratégiai tanácsadást is, és hát nem csak mint nyugdíjas tagozatban, hanem egy nyugdíjas kabinetben szakmai munkát is várunk természetesen tőled. Bár a legenda szerint Csurka azt mondta egyszer, hogy a szakmaiság bolsevik trükk, ezt már nem tudom, hogy ki tudjuk-e deríteni, hogy igaz-e vagy nem. Minden esetre azért azt gondolom, hogy a miénk frakciójában bebizonyítottátok többen is, Fenyvesi úr is azt gondolom a szakmai hozzászólásával és a szakmai munkájával, és az általam már említett konstruktív ellenzékiségével, hogy igenis a nemzeti radikalizmus méltó a parlamenti képviseletre, reményeim szerint a kormányzásra is. Kicsiben már megvalósult néhány esetben, hiszen nem csak Ásotthalom polgármestere lehetett például Torockai László, hanem itt van közöttünk, most így folytatva akkor az általam bár már előzetesen fel nem kér, de most mégis felszorolásra remélt képviselők, egykori országgyűlési képviselők sorát, egy olyan személlyel is, aki viszont effektíve kormányoz egy települést, Hajdubabos polgármesteréről van szó, Szabó Lukácsról, aki hogyha vállalja, akkor nagyon örülnék, hogy szóljon hozzá. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást. Hát Hajdubabosról annyit, hogy ez az a falu, ahol az első teljes alakos kő horti szobrot állítottuk. És hát jellemző a jelen viszonyokra, hogy bár meg volt hívva a közszolgálati televízió, és ők nem tudósítottak, hanem kitudósított az ATV. Hát annyit hadd mondjak, hogy mint ahogy Torockai elnök úr említette, köszönöm, bocsánat, hogy ő nem végezhette el az egyetemet, következésképpen nem is kapott állást. Hát én elvégeztem az egyetemet itt a szemben a rakparton, és ennek ellenére nem kaptam állást, ugyanis 68-ban akkor egy véleményem volt Szovjetunió, Csehszlovákia, meg Magyarország csehszlovákiai bevonulásáról, tekintettel a népek önrendelkezési jogára. És hát két út állt előttem, vagy elhagyom az országot, vagy megyek a szülő falumban, és leszek az, ami nagyapám is volt, földet túró magyar paraszt. És ez is voltam mindaddig, ameddig az MDF annak idején meg nem alakult, és az MDF-nek tagja lehettem 88-ban. És én nagy lelkesedéssel és tele illúzióval kerültem be a parlamentbe,
De már rögtön a négy igenes szavazásnál már rögtön csalódás ért, ugyanis amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Ez akkor nem sikerült, és a második csalódás pedig az volt, amikor Pozsgai Imre elmondta, hogy azt a kerekasztal tárgyalásokon, akkor pontosan Antal József volt az, aki kérte, hogy a legtöbb törvényt, az, hogyha kétharmadossát tegyék, beleértve a költségvetési törvényt is, és gyakorlatilag Antal József miatt lett Göncz Árpád köztársasági elnök, és kellett azt az elvtelen paktumot megkötni. Még egy pontosítást hadd tegyek, nem Csurka István alapította a népet, hanem abból az 56 kormánypárti képviselőből az a Bátor 12, aki vállalta azt, hogy az anyapártjával szemben, aki letért arról az útról, amire esküdtettünk, az anyapárttal szemben egy új pártot hoz létre. És el kell mondanom, én nekem Csurka Istvánnak az írói munkásságával, a látnoki képességével és az ideológiai meglátásaival én tökéletesen egyetértek, azonosulni tudok. De nagy hiba volt az, hogy ő nem maradt a párt ideológusa. Habár egy héttel azelőtt, hogy az elnök választó országos gyűlésre sor került, egy héttel azelőtt megbeszéltük azt, hogy ő az lesz a miében, ami Deng Xiaoping Kínában. Vagyis a meghatározó ember, az ideológia iránymutató ember, de nem fog az első sorban, nem ő viszi a pártügyeit. És állítom, ha nem ő vitte volna a pártügyeit, akkor a miért még mindig létezne. Mert az egy kisiklás volt, hogy amit itt hallottunk Torockai elnök úrtól is, amit felolvasott, akkor azok a virágok kinyílhattak volna, és hatalomra is kerülhettek volna. Szó volt arról már, hogy Bognár Laci barátom, ő hogyha a nyugdíjas tagozatnak az elnöke, szó volt arról is, hogy én is csatlakozom a mi hazánkhoz. Végül is azért nem tettem meg, mint ahogy ti is mondtátok, hogy még egy radikális pártnak nem lesztek a létrehozói. Hát én három pártnak voltam már a kimúlásának tanúja, kettő sajnos belülről kellett végig szenvedjek, és hát kívülről pedig a Jobbiknak a kimúlását kellett figyelemmel kísérnem. És hát ezek után azt kell mondanom, hogy nem véletlen az, amit Bognár Laci elmondott, hogy a lényeges a finish is. Ugyanis amikor egy párt már kezd veszélyessé válni, onnantól kezdve azok a beépített téglák, amik minden pártban biztos, hogy ott vannak, azokat aktivizálni fogják, és amikor a miép bekerült a parlamentbe, gyakorlatilag ezek a téglák elkezdtek működni. Az, hogy ki működtette, itt már szó volt egy hölgyről, hogy ő volt az, vagy más volt, azt nem tudom megmondani, de az egészen biztos, hogy és ez lett a Jobbiknak is a sorsa, az, hogy onnantól kezdve, hogy veszélyt jelent, onnantól kezdve ezek a sejtek aktivizálva lesznek. Ugye én kívánom azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom ne érje meg ezt a sorsot, én minden jót kívánok nektek, hogy vigyétek győzelemre, amit mi annak idén elkezdtünk. Hát én már magam a 75 évemmel, én már nem biztos, hogy szerencsés, hogyha én lennék a zászlóvivő, bár hogyha meg kell mondanom, hogy én nekem, amikor a Horthy szobrot állítottuk, akkor felhívtak New Yorkból, a Zsidóvilág kongresszustól, és onnan azt mondták, hogy kérjek bocsánatot, mert mekkora szégyen az, ahogy a Magyarországra nézve, hogy itt egy Horthy szobor épület. És na, én erre fel egy történelmi eszmefuttatást írtam neki válaszul, amire én sajnos nem kaptam választ. Egy három oldalban leírtam azt, hogy mit tett Horthy Miklós, mit tett a magyarságért és a zsidóságért, és a Yad Vashem Egyetemen neki kellene az első helyen lenni, mert tőle több zsidót egyetlen egy ember nem ment meg. Erre nem kaptam választ, de aztán végül nem is perelt egybe, se New Yorkba, se Budapesten.
Hát én ennyit szerettem volna mondani, én megmondom, hogy én egy alkotó típusú ember vagyok, hát tényleg a paraszt mi lehetne más, tehát ideológiával nem kevésbé foglalkozik, mint fizikailag is látható és kézzelfogható alkotással. Én ezt szerettem volna elérni az MDF-be is annak idején, az én nevemhez fűződik a földtörvény, amiben kizárt volt az, hogy cégek és külföldiek kezébe kerülhessen magyar termőföld. A másik pedig, ami eléggé érthetetlen, hogy miért következett az be, hogy a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák, meg a nyugati hadifoglyok kimaradtak a kárpótlásból. Hát ezek nem sokkal többet szenvedtek ezek az emberek, mint aki 4-5 évet eltöltött Szibériában, és azt követően nem volt lehetősége arra, neki volt lehetősége, hogy felnevel a gyermekeit. És aki hazafelé jövett, meghalt a vonaton, az gyakorlatilag árvákat hagyott itt, és ők nem kaptak kárpótlást. Ez önálló indítványom volt, és végül igaz kiherélve, de mégis, hogy ezek az emberek is hozzájutottak némi kárpótláshoz. Köszönöm szépen a figyelmet! Már Szibériát említette polgármester úr, Szabó Lukács egyébként részt vett a vasfüggöny lebontásában is, ha jól emlékszem, még MDF-es képviselőként vágta a vasat, vagy szervezte. Mindenesetre egy igazi fene gyerek volt már akkor is. Sokat azt gondolom nem változott a radikalizmusa sem, úgyhogy Lenin szobor ledöntésétől kezdve azért voltak itt még küzdelmek és feladatok. Sokunk számára iránytűként szolgált, úgyhogy sok sikert kívánok továbbra is a polgármesteri munkásságához, és köszönöm szépen, hogy azért például ide a Bikás Parkba is eljöttél 2019. augusztus 20-án a Mi Hazánk ünnepségére, és remélem azért számíthatunk rád még néhány szakmai téren, és nagyon szépen köszönjük az eddigi tevékenységet, és még továbbra is a képviselőknél maradva, hiszen ahogy a meghívóban említettem, fél tucatnyi országgyűlési képviselője jött ma el a mai rendezvényünkre, a Magyar Igazság és Élet pártjától. Másik kultikus képviselője az a református lelki pásztor, aki miatt úgymond a Lex Hegedűst is meghozva mára sajnos összeférhetetlenné tették a Hegedűs család elleni küzdelem jegyében is sajnos, de mégis egy kultikus család mai itt lévő képviselőjeként. Nagyon örülök, hogy itt van lelkipásztor úr, aki továbbra is természetesen a civil vonalon hallatja egyébként a hangját, hiszen például mai napon is a szabadságtéri hazatérés templomban, a kultikus templomban, a Szent Korona hazatérésének évfordulóján volt a egy ünnepség, megemlékezés Jelenszky István szervezésében, illetve nem is olyan régen például a Szentföld békéért van még, aki szót mer emelni akár egyházon belül, vagy egyáltalán a közéletben. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a régi munkásságát folytatja civil egyházi életben, legutóbb a keresztállításunkkal is ott volt, és köszönöm szépen azt a sok missziót, amit továbbra is folytatsz, és külön köszönöm, hogy ma is eljöttél sűrű programot. Nagyszülői és egyéb kötelezettségeid ellenére szóljon tehát a köszöntés és a taps most már itt a jelenlétében is. Itt a Hegedűs Lórás, illetve a Mártok Simán, Hegedűs Lórás, Szentolási Kertjátor, a mi és egykorú országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen elő kedves felvezető sorait, de nem érzem kultikusnak sem a családomat, talán a templomomat igen, de az is inkább szakrálisnak, viszont értem, hogy ilyen értelemben fogalmaztad ezt meg. Hát hadd kezdjem én is egy Szabó Dezső idézettel, miután Csurka Istvánnak volt részben köszönhető, hogy gyülekezetem meg tudta valósítani, hogy a altemploma, amely most színházterem, Szabó Dezső színház legyen, Szabó Dezső Katakomba színház, mely például a mai napon helyt adott Jelenszky István filmrendező által szervezett szakrális és kultikus rendezvénynek is a Szent Korona hazatérése évfordulóján. És annak idején, amikor beszélgettem vele, ő kevésbé támogatta azt, hogy Szabó Dezsőnek legyen elnevezve színház, mert nem volt klasszikusan drámaíró, Szabó Dezső nem volt a fő profilja, ugye műfaja a írásainak. De én azzal érveltem, hogy
az igaz, hogy meg kéne egyszer szakítani azt a sorozatot, hogy nem drámaírókról neveznek el színházat Budapesten és Magyarországon, tehát ne Szabó Dezsőnél tegyük, akinek a kisújjába ezerszer több drámaiság szorult, mint jó néhány drámaíróba, tisztelt a kivételnek, Csurka Istvánnak. Ezt respektálta, ezt a tisztelt a kivételnek tételemet, és vele egyeztettem végül azt az idézetet, ami szerepel a altemplomi színházi bejárónál. Ha az idegen hódít, kitaszít, megrabol, megsemmisít, a szeretet az kopirált és patentos kereszténység. De ha én az ezer halál felé taszított, meglopott, megcsalt, a nyomorúság ezer szorításában vergődő magyarság védelmére mozduló gyűlölet. Emlékszem, hogy akkor, amikor a munkás emberek dolgoztak ott a altemplom előterében, és elolvasod egyik kétkedi munkás ember a feliratot, hát nem vette a lapot igazán a Szabó Dezsői szarkazmust magát, és fölháborodott magyar emberként, hogy miféle állítás ez. Mondtam, hogy hát a valóságot ábrázolja Szabó Dezső, és valóban ennek a valóságnak az abszurditását. És én úgy vélem, hogyha valamit megköszönhetünk Csurka Istvánnak, kapcsolatban itt Kovács Dávid szavaihoz, az az, hogy Szabó Dezsőnek a társadalom politikai látásait ő aktualizálta a magyar politikai életben, az úgynevezett rendszerváltás időszakában meg azt követően, amelyről aztán kiderül többek között 2006-ban, hogy sajnos módszerváltás sem volt. És hogy van nemzeti radikális gondolat, és nemzeti radikális elkötelezettség és elvi alapvetés, e tekintetben Csurka István a legmegkerülhetetlenebb politikai szerepvállaló is volt egyúttal. És hát e tekintetben, ami a hibákat illeti, mondtam is előnek, hogy milyen jó, hogy Lukácsot is meghívta erre a találkozóra, mert igen, tehát való igaz, hogy más az elvi alapvetés és más a gyakorlati megvalósítás, de azért hadd mondjam, én, aki mondjuk közelről láttam hosszabban Csurka Istvánnak a pártelnöki tevékenységét, nem minden esetre volt ez érvényes, de a legtöbb esetre érvényes volt, hogy a nagy emberek kis hibája leginkább szembetűnőek. És sokszor ezek a kis hibák is mérhetetlenül fel voltak nagyítva. És persze nem mondhatom azt, hogy nem volt, nem került elkövetése nagy hibai stratégiailag, például amit Laci említett, a bizonyos százas visszaléptetést, de összességében véve mégis elmondhatjuk, hogy a fősodor tekintetében hihetetlen volt az a magvetés, ami most igenis kezd szárba szökkenni. És hogy a helyzet mennyire bonyolult, így csatlakozok a másik Lacihoz, Toroszkai Lacihoz, Fognál Laci után, hogy amellett, hogy én is elismerem, hogy a jelgi rendszer meg kormányzat az a politikai lépéseiben jánuszarcú, de azért emlékszem arra, hogy Csurka István betegem az utolsó közszereplésében Szegedem a legdöntőbb üzenetet fogalmazta meg, mint egy testamentumszerűen, és korábban is megtette ezt, de most hangsúlyosan is erre kiélezve, és Soros Györgynek és a Sorosféle háttérnek rontott neki verbálisan, kuruszosan, magyarosan. És én korábban mindig vitatkoztam vele, igaz, megboldogult apósommal is, Orbán Viktor politikai szerepvállalásáról, de el kell ismernem azt, hogy azért a jelenlegi miniszterelnöknek igenis komoly stratégiai érzéke van, és azért ne becsüljük alá Csurka István életművét és a mi szerepvállalásunkat ezen életmű és kimondhatjuk profétai nemzetstratégiai látás tekintetében,
hogy ma már legalább Soros Györggyel szembeszegülni, Soros György tényleges a keresztény civilizációt és eden belül a nemzetállami létet alásni kívánó és megkérdezni kívánó politikáját és mindenféle pénzügyi háttérhatalmi húzását le lehet leplezni, ez azért a csurkai életműnek mindenképpen a döntő eredménye. Ami hivatalos politika szintjére emelkedett, még akkor is, hogyha van ebben tagadhatatlanul János arcúság. Ahogyan az is hatalmas dolog, hogy a nemzetben, az egységes nemzetben való gondolkodás, amit mondjuk ki, hogy a miét vállalt fel, az ma polgárjogot nyert már. És persze ezt is meg kell tölteni tartalommal, és rajtunk múlik alapvetően, hogy mennyire vagyunk erre képesek. Vagy hogyha arra gondolunk, hogy az alapvető nemzetstratégiai kérdésekben fontos szövetséges keríteni, szerezni, és hogy tekintetben nem lehetünk finnyásak, ugye, ezt is mutatja a mai magyar politikai élet. A más kérdés, hogy ebben is súlyos egyoldalúságok vannak. És itt némileg a Kádár rendszer örökségét vélem sajnos felfedezni. Mert mit szólna ma Csurka István például ahhoz, ami a Szentföldön zajlik? Szó nélkül hagyná? Félre nézne? Azt mondva, hogy nekünk nem kell egyik oldalra se állni, mert valójában mi teljesen mindegy, írtsák ki csak nyugodtan egymás. Soha nem mondott volna ilyet. Mindennek elhordták Csurka Istvánt, és a legnegatívabb jelzőket aggatták rá, de ő soha nem gondolkodott így. És ő úgy vélte, hogy minden embertelenséget el kell ítélni. És ezt tette meg a magyar történelem helyes értelmezésével is egyébként, amiben megint úttörő szerepet vitt, gondoljunk is a 18-19 vonatkozásaira, 1918-19-re, a 19-es Vörös Kommünre, példának okáért. Vagy éppen a Dandási út 60-ra, a dávos verőlegényekre, és hogy kik vállaltak abba elsőrendes szerepet. Olyat mondott ki ő, amivel magára is húzta, mondjuk ki az antiszemita jelző, de valójában véve tabu döntögető volt, mert úgy vélte, hogy nem lehet ezeket szőnyeg alá söpörni. Hogy ezeket tisztázni kell, hogy minden népnek, nemzetnek, minden néprésznek, nációnak szembesülnie kell igenis a saját múltjával, hogy jelene legyen, és hogy ebben a jelenben építkezni tudjon a jövendő érdekében. Emlékszem, hogy engem egyszer dicsért meg közéleti beszédem során, amikor a testnevelési főiskolám ilyen felosztásban beszéltem a magyar valóságról, hogy a múlt kidolgozása, a jelen megerőszakolása és a jövő megrablása. De mondtam neki, hogy hát végül is ő volt az ihletője ennek a hármas felosztása, hiszen mindenkor erről írt. Mindenkor, minden esetben így szemlélte a múltat, így szemléltette a jelent, és így kíván jövőképet adni a mi számunkra, hogy ezeket a veszedelmeket elkerüljük. Én azt hiszem, hogy tekintetben nagy szó, hogy én magam is politikai szerepet vihettem, valóban a legszegedűs az megszületett. Meg kell mondjam, hogy utólag már nem bánom, mert ugyan küzdöttem a saját alkotmányos szerzett jogomért, amit nem vehetett volna el a saját egyházam, de nyilvánvaló volt, hogy én közéleti szerepet lelkipásztorként vállaltam, és ennyiben volt sava borsa igazán a közéleti szerepvállalásomnak. De a másik, ami miatt nem bántam, az az volt, hogy nekem így nem volt igazán lelkiismereti dilemmám a tekintetben, hogy amikor a miét már nemhogy felfele ívelt, hanem sajnos zuhant egyre inkább lefele, mert mondjuk hogy azért volt szükség aztán egy új nemzeti radikális hűtőpártra, most független attól, hogy mivé lett, vagy nem független attól, de akkor még abban reménykedtünk, hogy a Jobbik ezt a szerepet fogja betölteni, azért, mert a miénk már nem tudta ezt a szerepet betölteni. És nekem nem volt ilyen értelemben már lelkiismereti dilemmám, amikor ez a mély repülés bekövetkezett, hogy most
vállalja-e szerepet a továbbiakban ebben vagy sem. Viszont Bognár Laci figyelmeztetését azt én is fontosnak tartom, hogy vegyük komolyan, hogy elvi érű következetességgel kell a nemzeti érdekeket képviselni, és lehetnek stratégiai, taktikai meglátások, de elvi vonatkozásokból engedni már pedig nem szabad. És a szentföldi vonatkozás egyébként éppen ez. Nem arról van szó, hogy valaki palesztin párti vagy zsidó párti, hanem, kik mellé állsz, kedves magyar testvérem, vagy keresztény fele barátom. A gyilkosok mellé állsz, vagy a áldozatok mellé állsz. És ez nem lehet kérdés. Nem lehet kérdés, ön egy nemzeti radikálisnak kérem szépen, hanem egy embernek, aki a emberségét be akarja tölteni. Legyen az keresztény, legyen az muszlim, legyen az zsidó. Bármilyen vallású ember. És ebből a pokolból, ami most zajlik, kérem szépen csak további pokrok fognak származni és következni. A gyűlölet magvetése az évtizedekre is szólhat, mondjuk ha a 2014-es megtorlását nézem az izraeli hadseregnek, vagy a 2008-asra gondolok vissza, de ami most folyik, kérem szépen az etnikai tisztogatás, és akkor még nagyon finoman fogalmazom, ez évszázadokra való gyűlölet magvetés jelenti. Testvéreim, én csak arra kérem önöket, benneteket, hogy az elvi élő következetességet mindenképpen tartsátok szem előtt. Erre kérem a mi hazánkot is, hogy a továbbiakban is ezt megtegye. És pontosan tartom ugyanakkor a konstruktív ellenzékiséget legvégül, mert ugyanazt a miék túlzásba vitte, mert Csurka István a nagybetűs lélek nem vitte rá, hogy még látszat szerint is, véletlenül is, egyszer is igazán együtt szavazzon a posztkommunistákkal, a MSZP-vel, meg a SZDSZ-szel, de egy bizonyos, hogy konstruktivitásra szükség van, mert miért ne tételezhetnénk azt fel, hogy megfelelő társadalmi háttért teremtenünk biztosítva, egy nemzeti radikális gyűjtőpár kellő irányú nyomást tud gyakorolni a mindenkori kormányzatra, hogy amit szavakban vállal, a cselekedetekben is következetesen végbe vigye. És legvégül pedig azt szeretném mondani, hogy a nemzeti radikalizmus az soha nem volt valójában véve pártfüggő. Egy párt lehet gyűjtő pártja a nemzeti radikalizmusnak, de soha nem tud minden nemzeti radikális megszólítani úgy, hogy a párt kötelékébe is bevonjon, de az igényről nem mondhat le, hogy megszólítsa ezeket az embereket, és valamilyen szinten bevonja a munkába. És végezetül a leginkább, amire büszkék lehetünk, az az a cselekvő radikalizmus, amely tulajdonképpen közvetlenül nem a miéphez kötődik, de közvetetten igenis, és itt szeretném köszönteni körünkben Budaházi Györgyöt, aki de úgy vélem, hogy mindaz, amit mi szavakban képviseltünk, én végképpen csak szavakban tehettem ezt, és még így is állandóan eljárás alá voltam volna, de hát a papa szavak embere, viszont amit meg kellett tenni annak idején, hogy lássa a hatalom, hogy van nemzeti ellenállás, azt Budaházi György és az ő bajtársai megtették, és annak szívből örülök, hogy pártoktól függetlenül nagyon sok ember kiállt mellettük. Azt meg szívből köszönöm, hogy a korábbi bajtársai nem hagyták magukra, hadd mondjam, és ez a legpozitívabb, én azt hiszem, komoly vitái voltak a mi hazánkkal bizonyos politikai kérdésekben, de egy bizonyos, ez számomra a legpozitívabb, hogy Toroszkai László is hogyan állt ki mindvégig Budaházi György szabadságáért, és a többi, Hunia perben, koncepciós perben elítélt mellett, ahogy a Novák előtt is mindezt megtette. Záradékként még csak annyit, hogy hálásan emlékezem vissza Csurka Istvánra, aki amikor engem perbe fogtak közösség elleni izgatás vágyával, Metes Györggyel együtt, akit szintén szeretettel köszöntök itt körünkben.
Nos, Csurka István végsőkig kiállt mellettem. Egészen odáig elment, azt hiszem már Gyónási titkot nem árulok el, de az akkori kormányzatot azzal zsarolta, hogy nem fogja megszavazni a költségvetést, pedig akkor még a mi év szavazatai múlott mindez. Aztán végül az MSZP-ből a nemzeti vonal, ugye Szűlős Mátyás Kosgai féle vonal vállalta, hogy biztosítja a kellő szavazatot, csak azért, hogy engem aztán mégis bíróság elé lehessen állítani. Istennek legyen hála, jogerősen felmentettek, de egy bizonyos nagy szó volt az is, hogy ő pártelnökként úgy vélte, bármilyen kockázattal is jár, az az ember, aki nemzeti sorskérdésekben igaz módon nyilvánul meg, azt nem hagyhatja cserben. Hát adja Isten, hogy a továbbiakban soha ne hagyjuk egymás cserben, magyar emberekként, nemzeti érzésű emberekként, és főként nemzeti radikális emberekként, okulva a múltból, a miék múltjából is, a Jobbik múltjából is, és reméljük, hogy a mi hazánknak nem lesz olyan múltja, amiből okulni kellene, hanem inkább olyan pozitív tanulság, amely a legnemesebb vonulatát, örökségét vállalja fel a magyar igazság és élet képviseletének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Melki Pásztor úr. Hegedűs Lórának egyébként nem kellett előkeresnie és leporolni a bocskai ruháját, mert majd ő nem lesen veszi. Tehát a szolgálata civilként és lelkipásztorként is azon a átfedésben van. Ez a szolgálathoz kívánok további sok sikert, kitartást. És köszönöm itt közben a kiegészítéseket. Én is észrevettem még valakit, akit ma nem köszöntöttem, pedig oly sokan beszéltek Horthy Miklósról, akár te is beszélhettél volna, hiszen egy patinás szobort is állítottatok egyebek mellett a kultikus szakrális templom előterében. Hát itt van Horthy Miklós utolsó diplomatájának özvegye, amit, hogyha így a korokat nézzük, akkor már hamisnak is tűnhet az információ, kétségkívül nagy korkülönbség volt köztük, Szent Iványi Domokos és Ágnes asszony között, akit szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy nagyon sok rendezvényünket látogatja az ő is. Miközben lassan a Holdudvarra térünk, és reménykedem Dörner György igazgató úr hozzászólásában, miként már említett Fekete Gyula hozzászólásában is, aközben még azért az utolsó, nem utolsó sorban, de ABC sorban mégis most Miklós Árpádot szólítom, Hegedűs Lóránt után, régi bajtársunkat, akit már az elején köszöntöttem, úgyhogy most már csak a mikrofont adom át neki. Szeretettel köszöntök mindenkit, régi képviselőtársaimat, mindenki, aki itt van, és mindenkinek szebb magyar jövőt és boldog új évet kívánok. Legyen. Itt már sok mindenről szó volt, most ha ilyen sokan itt vagyunk, engedjétek meg, hogy így a mi év kezdeti történelmről mondjak valamit, mert én ezt sehol el nem olvastam, a saját emlékeim alapján röviden elmondom, és ezzel vagy egyet kell érteni, hogy azt mondani, hogy jó, ez nem is így volt. Tehát én 1990-től 94-ig voltam képviselő, és én így emlékszem a történetére, röviden. 1991-ben felbomlott a Szovjetunió. 91 december, és ez kapcsolódik a mához. 1991. december 1-én, könnyű megjelenni a dátumot, népszavazás Kárpátalján. A végeredmény 78% önálló státuszra szavaz, 22% nemmel. Mi elemeztük ott a képviselők, hogy hogy jöhetett ki ez az arány. Mi azt mondtuk, hogy ez úgy jöhetett ki, hogy igennel szavazott 20% magyar, meg 60% ruszin. És a szovjet érába betelepített olyan 20% ki tudja ki, azok szavaztak nemmel. Na most, ez december 1-én történt, rögtön utána megalakult az ideiglenes ruszin kormány. A vezetőit úgy hívták, hogy Iván Turjanica. Nem tudott magyarul. Akkor kezdett magyarul tanulni. A ideiglenes ruszin kormány megalakulásakor első kijelentése az volt, vissza akarunk térni Magyarországhoz. Mi történt? Antal József Eszenti Gézával kiment Kijevbe, és Mikulás napján 1991. december 6-án aláírták a magyar-ukrán alapszerződést. Hazajöttek, én mint országgyűlési képviselő nem tudtam róla, de föltételezem Csurka István se tudhatott róla, mert akkor biztos, hogy szóba hozza.
Tehát úgy eltelt az a pár hét 91-ből, hogy nem tudtunk róla, de eltelt 1992 is, hogy nem tudtunk róla. És ez már így kezd gyalázatossá válni. Majd eljött az 1993, nem emlékszem pont a hónapra, január-február, utána kell nézni majd, amikor, még akkor nem internet, kiküldték papír alapon, hogy délelőtt a frakcióülésen tárgyaljuk meg, hogy délután ezt kell ratifikálni. Na, mikor ezt elolvastam, azt mondtam, hazárulás. Persze nem csak egyedül mondtam, nagyon sokan a képviselőtársaim közül, hazárulás. Megállapította a miniszterelnök úr, hogyha délután napirendre tűrje, ebből botrány lesz. Ezért levitték napirendről. Tehát délután nem kellett róla szavazni. Utána elrendeltek egy zárt ülést Balatonkemesén, ahol próbáltak meggyőzni minket, hogy igen, ezt meg kell szavazni. Hát mondanom se kell, elég sokan voltunk, akiket nem sikerült meggyőzni. Utána ment valószínű a háttérmunka, mert olyan 1993, igen, 93 májusában a tévéiről azzal volt tele, hogy az angol királynő Magyarországra látogatott, és fokhagymát vásárolt valamelyik piacon, ez volt a főhír, és akkor délután benyomták a ratifikációs vitát, hogy ratifikáljuk a magyar-ukrán alapszerződést, aminek ugye egyetlen pontja volt a kritikus, így hangzott, Magyarország és Ukrajna között nincs és nem is lesz területkövetelés, magyarul örökre lemondanak az ősi magyar földről. Ez magyar ember nem fogadja. Na ment a vita, mit lehet csinálni, azt mondtuk, hogy obstrukció, tehát ha van hozzá mondani való, ha nincs, hozzászólunk. Ment a vita, ment, mondtuk a magunkét, én is hozzászóltam akárhányszor. Majd utána egy beépített ember lehetett, Fodor, mit tudom én, hogy hívták, egy független képviselőt, ügyrendi javaslatot terjesztett elő, ami úgy hangzik, zárjuk le a vitát. Ugye ügyrendi kérdésben nincs vita. Nyilván a beépítettek megszavazták, hogy zárjuk le a vitát. Szűrös Mátyás vezette az ülést, mondta, hogy akkor szavazzunk. Torgyán jelentkezett szólása, mit akar? Ügyrend, milyen ügyrend? Adja meg a szót, megtudja. Torgyának az volt, Torgyán Józsefnek az volt a javaslata, hogy miniszterelnök úr Antal József többször kijelentette, nem köt alapszerződést úgy a szomszédos országokkal, hogy előtte nem egyeztet az ottani magyar kisebbség vezetőivel. Kérem, tisztelt országgyűlés, halasszuk el a szavazást addig, míg ez az egyeztetés meg nem történik. Ügyrend, nincs vita, szavazzunk, nyilván leszavazták a Torgyán javaslatot. Akkor szavazzunk a ratifikációt. Jelentkeztem én, mit akarok? Ügyrend, milyen ügyrend? Adja meg a szót, megmondom. Hát én azt mondtam, hogy Végány Attila. Igen. Szóba hozom a nevét. Az MDF 5. kerület elnöke. Nekem azt mondta, hogy miniszterelnök úr hazajött, akkor nem olvasták el figyelmesen az alapszerződést, azért írták alá. Azt mondta nekem Végány Attila, 10 tanú... Le se volt fordítva. Le. Én nekem így mondta, igen. Végány Attila mellett dolgoztam. Akkor igen. És, igen. Igen. Tehát, bocsánat. Igen, tehát, hogy ő azt mondta nekem, 10 tanú van, aki azt mondja, hogy igen, azt mondta a miniszterelnök úr, hogy nem olvastuk el figyelmesen az alapszerződést, úgy írtuk alá. Ezért az MDF 5. kerület alapszervezete miniszterelnök úr az MDF becsületbíróság elé idézi, kérem a tisztelt országgyűlést, hogy amíg a becsületbíróság nem dönt, addig halasszuk el a szavazást. Hát akkor azt hittem nagyon csapnak, mert akkor Kónya Imrétől kezd mindenki odaszaladt, nem ütöttek meg, de azt hittem megfognak. Mondták, te szemétláda, az MDF belső ügyeit a nyilvánosság elé viszed, hát a tévé közvetítette, ugye? Hát én se olyan szépen fogalmaztam, mondom, leszarom az MDF belső ügyét, amikor a hazárulásról van szó. Utána már nem volt mit csinálni, jött a szavazás, ugye annyit tudtunk még előtt elérni, hogy név szerint a szavazást kértünk, tehát olvasták sorba ABC szerint a képviselők nevét, és igen, nem vagy tartózkodom. Hát így jött ki az 56-os szám, ugye, hogy 56-an nem szavaztuk meg. Ebben volt persze tartózkodás is, ugye akkor 386 képviselő volt az országgyűlésben, most jó páran hiányoztak nyilván, mert volt, aki így, akkor nem veszem magamra se azt, nem jövök el. De akik ott voltak, 56-an nem szavaztuk meg, és most nem emlékszem hányan megszavazták, de a többség megszavazta. Így ért ez véget. Na akkor, itt jön Horváth Lajos, nagyon sajnálom, hogy elment, mert én így emlékszem, ő küldött egy ilyen az 56-unknak egy levelet, hogy beszéljük meg közös dolgainkat, ha már ilyen gyalázat megtörténhetett.
És így ültünk össze. Azok, akik nem szavazták meg a magyar-ukrán alapszerződést, és ha jól emlékszem, dr. Zétényi Zsolt, fogoldom a nevét, ő javasolta, hogy akkor alakítsuk meg a Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoportot, így nevezik Minics rövidítve, Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoportot, kimondottan az MDF-en belül, tehát nem akarunk pártszakadást. És hogy megalakítjuk ezt a nemzetpolitikai csoportot, hogy minden ilyen nemzeti kérdés mi megtárgyalunk, hogy egységesen szavazzunk, majd az eljövendő időszakban. Igen ám, csak ezután mi következett? Az következett, hogy Debreceni József Elek Istvánnal javaslatot tettek, Csurka István, meg még nem tudom hány ember, zárják ki az MDF frakciót. Zacsek Gyulát, nem tudom felsorolni pontosan, de... Szilvási. Na igen, de, tehát többet is zárjanak ki az MDF frakcióból. Zárt ülés. Na most ott Kis György nevű miskolci képviselőnek volt a javaslata, hogy ha már erről van szó, akkor ő azt javasolja, hogy a javaslattevők is kerüljenek a kizárandók listájára, tehát Elek István és Debreceni József. Na akkor erről szavaztunk, hát én azt szavaztam, hogy igen, kerüljönek föl, és akkor így a Csurka István és most nem tudom még hány ember is a kizárandók listáján volt, meg Elek István is, meg Debreceni József is. Hát én nyilván arra szavaztam, hogy Eleket meg Debreceni zárják ki, már szabadott, hogy szabadott a végeredmény, hát kizárták Csurka Istvánt is, meg akik fel voltak sorolva a listán, mindenkit kizártak az MDF frakcióból, de kizárták Debreceni Józsefet is, meg Elek Istvánt is. Na azon szörnyűködtek, hogy hogy alakult így, de így alakult. Na, mi következett ezután? Ezután mondtuk azt, hogy akkor most már nincs értelme a Mincsnek, a Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoportnak, ezzel mit érünk? Új pártot kell alakítani. Na akkor mi legyen a párt neve? Magyar Igazságpárt. De Antal József üzent, hogy haha, nem hiszi, hogy van 10 olyan ember, ugye 10 fő volt a frakció határa, ha nincs meg a 10 fő, akkor nem kapunk semmit, tehát nehéz elindulni akárhova is. És az Antal József ilyet üzent, hogy 10 olyan hülye úgy sincs, aki lemond a fizetésének a feléről. Mert ugyanis, ugye tiszteletdíjat kaptunk a képviselőségért, a bizottsági tagságért nem tudom már mennyit, de ugye csak a tiszteletdíj az alig volt több, mint az összfizetés fele. Tehát majdnem a feléről le kell mondani. Hát nem lett igaz Antal Józsefnek, mert nem 10-12 olyan hülye adódott, aki azt mondta, hogy ezt nem viseljük el, ha oda az egész fizetés, akkor is megalapítjunk egy pártot. Igen, igen! És akkor azt döntöttük, ha már Magyar Igazság Nemzetpolitikai Csoport, akkor alakítsuk meg a Magyar Igazság Pártot. És itt kell elgondolkodni, hogy jól emlékszem, én úgy emlékszem, nem tudom már ki volt az a két ember, hogy a cégbíróságon bejegyzik, és ott még betartottak nekünk, azt mondták, hogy ezt már nem lehet bejegyezni, ez behon. Hát ilyen bóvi nevekkel, Kis Pista, Nagy Józsi, ki tudja ki, ők már bejegyezték, mikor látták, hogy komoly, tehát 12 fővel megalakul a Magyar Igazság Párt, akkor gyorsan bejegyezték a székbíróságon, össze-vissza nevekkel, ki tudja milyen nevekkel, a Magyar Igazság Pártot. És azt mondta, ne is a Magyar Igazság és Élet Párti, az be van jegyezve? Hát az nincs, hát az kéne bejegyezni. Tehát én ezt még írásban nem olvastam, én így emlékszem vissza, azért mondtam el itt ennyi ember előtt, mert akik itt vannak, azok mindenki gondolom, hogy érdeklődik ezek iránt. Utána kell nézni, jól mondtam-e, tévedtem-e, ha jól mondtam, akkor meg kell erősíteni, egyszer le is írni, ha nem jól mondtam, ki kell javítani. Ilyen. Úgyhogy ezeket a gondolatokat tartom megosztani mindenkivel, adjon az Isten erőt, egészséget, boldog új évet és szebb magyar jövőt mindenkinek. Köszönjük szépen Miklós Árpádnak ezeket a korhű gondolatait és tájékoztatását. Minden szava igaz, teszi hozzá Szabó Lukács, és itt helyeselnek a egykori képviselő társak is. Hát elképesztő valóban. Minden esetre örülünk, hogy soraink között tudhatunk a mai napig is. Borsodabaúj Zemplén vármegye soraiban a Mi Hazánk mozgalom keretében, illetve sokszor elnöki megbízottként, különösen Külhonban képviseled mozgalmunkat, úgyhogy ezt külön köszönjük, és további kitartást kívánok a munkásságodhoz. És ahogy említettem, bár Miklós Árpáddal sem beszéltem meg, de hát nagyon reméltem, hogy azért megosztja velünk gondolatait. Ugyanígy reménykedem abban, hogy Dörner György igazgató úr, ha már el tudott jönni, bár színházigazgatói feladatai biztos sokszor lekötik, de ha már itt lehet közöttünk, kérdezték is többen, hogy lesz-e, várható-e. Remélem, hogy a nagy érdeműt köszöntöd, igazgató úr, és számíthatunk. Köszönöm szépen!
kívánok, nem fogok visszaélni a türelmükkel. Amit tartalomban itt hallhattak, azt a képviselő urak elmondták. A szórakoztatásról Miklós Árpád gondoskodott, úgyhogy nekem csak annyi maradt hátra, hogy megköszönjem a kedves meghívást, és nagy tisztelettel köszöntsem és üdvözöljem kedves mindnyájukat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Törner György egy úriember. Tudja, milyen az, amikor egy két órás darab után már itt az ideje a szünetnek. Tehát ő az egyedül, aki ezt érzi. Mi sajnos nem. Mi azért Csurka István ősökterei felszorolásain edződtünk, ugye? Tehát hogy azért az nem semmi. Toroszkai László egyébként az, akinek úgy egy-két óra után az évértékelő beszédére már úgy jelezni kell, hogy azért úgy eljön az idő, és akkor még mindig csak a miépnél tart. Hát szoktam mondani neki, hogy Laci, már azóta már sok minden, sok víz lefolyt a Dunán, most már azért kellene a napi programot is, a viradat programot is, mert itt mindig a miépes sztoriknál tart. Tehát amikor beszéltük ezt a miép emlék találkozott itt többekkel, Bognár Lászlóval, Toroszkai Lászlóval, akkor mondta, hogy ő feltétlenül ott szeretne lenni, úgyhogy egyeztessünk időpontot, mert ő azért ezt a miépes nosztalgiát és ezeket a elveket mindenképpen szeretné tovább vinni és tovább éltetni. Úgyhogy örülök, hogy azért egy kicsit a Bocskai színpadban is, bár itt a üdvözlő zenében is egy-két dalotokat igazgató úr próbáltuk elővenni, és a Bocskai színpad azt gondolom, hogy a Szabad Egyetem mellett, a Bocskai István Szabad Egyetem mellett egy olyan kulturális vívmánya, produkciója volt, ami azért Papolci Gizela ide vagy oda, nem mondtuk ki a nevét, de mondjuk ki a nevét, mert már itt vagy Papolcini, Balla Gizela, minden esetben nem megyünk erre, de azért minden rossz dolgot el lehet mondani, azért erre csak nyitott valamekkora kis forrás, hogy országosan turnézhatott is, és a kultúrát ellenzékből is. És azt gondolom, nekünk is ez ad egy küldetés, amikor például a Fekete István Szabad Egyetemet megalapítottuk, hogy nem csak programunk van arra, ha majd egyszer kormányra kerülünk, hanem addig is próbálunk különböző intézményekkel működtetni, ahogy a miép is próbált Pannorádiót és Szabad Egyetemet és Bocskai Színpadot, úgyhogy ennek nagyon örülök, és további sok sikert kívánok az Új Színház élén is. Köszönjük. Ebben a Vörös Fővárosban is egy üde színpad, amit ott láthatunk, úgyhogy bátran ajánlom jó szívvel az Új Színház darabjait most a felújítás után is. És akkor a következő Fekete Gyula, akit mindenképpen szeretnék mikrofonhoz szólítani, bár nagyon szabadkozott a meghívásunkkor, hogy ő csak meghallgatná szerényen, de én azt gondolom, és itt az üdvözlések alatt a taps is mutatta, hogy igény volna Fekete Gyulára is, hogy halljuk. Köszönöm a szót. Kicsit szemből. Igen, hallani. Igen. És ez megemlékezés, két dologról megemlékezek. Egyrészt Lukácsot hagyj idézem fel, hogy működött a történelem. Idézek fel egy Magyar Demokrata Forum, egy választmányi ülést, amikor előállt a debreceni küldöttség javaslatával, hogy kerítést kéne bontani. Ti javasoltátok, ti dolgoztátok ki, nekünk meg terület a nadrág, hogy hát a parancsolók lőni fognak, hát Azt nem vállalhatjuk föl. Hosszas vita után szavazás, és hát én az ellenző táborába tartoztam, mert féltem a felelősségtől. A Lukács a vaknerük, de valószínűleg ők ezt is lezsírozták sok mindenben korábban, amiről mi nem tudtuk. Végül is sikerült a dolog. Eltelt egy év ünnepség. Megemlékeztek a kerítésbontásról, akkor még úgy engem is hívtak, mondom, hát röhögni fognak, ha meglátnak, hát én ellenezt. Eltelt két év, eltelt három év, és mindig újabb meg újabb emberek jelentek meg. Három év múlva már, azt hiszem, téged meg sem hívtak. Olvasom a 10 meg a 20 éves megemlékezést, már a neved sincs megemlítve. Na hát ilyen a történelem fintorán, hogy akik vállalták a konfrontációt, hát valószínűleg a Német Demokratikus Köztársaság összedöntését, mert ez azt jelentette, azokról megfeledkeztek. Hát most a következő sztori az tulajdonképpen Csurka Pistához tartozik, az neki tartozom, talán ő látja egy megbánó mondattal, mert nem hittem neki. Mi történt a 2000-es évek első felének közepén? Hát a privatizáció megtörtént, Horn Gyula még ügyelt a munkásparaszt hatalomra, és ezt komolyan fogta föl. És ezért Borsod és Szabolcs megyében
szocialista többség volt önkormányzatokban, vidéki településeken, országgyűlési képviselők terén is. És közben történt egy hatalomváltás, hatalomra került Gyurcsány Ferenc, aki jó, az óránál többet látott, de már a körútnál tovább nem, és ejtette a zöldvárókat. Ez egy érdekes dolog volt, nem szándékosan, hanem megjelent a megélhetési bűnözés, és hiába volt sok földjük. Mikrofonba! Igen, nem ők aratták le a termést. És ezek a zöldvárok nem akárkik voltak, voltak nemzetközi kapcsolataik, meg volt még az, hogy hol vigyék ki az alá, főleg volt szovjet területekre. És az önvédelemből, így lehet mondani, szinte fölruházták a Jobbikot. És minden kis településeken ott volt, megjelent a Jobbik, és gyakorlatilag kisöpörte a szocialistákat. A szocik tulajdonképpen nem tanultak ebből, és akkor én többet vitatkoztam apámára, csak akkor azt mondta, hogy hát felruházták a Jobbikot, ennek meg lesz az ára, a Jobbik az nem mi hozzánk tartozik. Még keményebben is fogalmazott. Én meg azt mondtam, ugyanazt láttam, mint a hogy igen, felruházták a Jobbikot, de a maguk védelme érdekében, mert különben ki sem iszték volna őket, és hát miért kérjenek értem? Ugye mit tudnak kérni? Hát kérik a biztonságukat. De végül is a történelem azt hozta, szerintem egy maradandó eredményt hozott a Jobbik, hogy azóta nincsenek érdemleges szinten, nincsenek szocialisták, sem Borsodban, sem Szabadban. Hát az más dolog, hogy valóban lehet, hogy utólag kértek árat, ugye nem voltam ott ezeknél az alkuknál, de a történelmi feladatát teljesítette, és egy kicsit ezt így nézzük, hogy azóta ott nincs baloldali többség. Hát ez volt a múlt. Most még egy kicsit azért, ha már itt vagyok, tudom, hogy nem pártpolitizálunk, de nem tudok szabadulni a szakmámtól, és most is a Magyar Közgazdasági Társaság népesedési szakosztályában dolgozom, és olvasom, hogy a családpolitikai hát körúthoz indul a mi hazánk, és nagyon üdvözlöm, nagyon kell, mert mi hiába másfél év óta hiába írogatunk a családügyi miniszternek. Mondok példákat. Megszűnt a 40 évesnél idősebb nők csok iránti jogosítványa, tehát a otthonteremtés. Mi mindig azt mondtuk, hogy még egy utolsó nagy korosztályban, mert a 30-as években már jóval kevesebben vannak, hát egy nagy korosztályt kell megcélozni, hogy szülhessenek. Ez lenne az utolsó alkalom. Erre kidobják őket a kedvezményezettek köréből. A babaváróitelnél már a 30 éveseknél idősebbeket is kizárják, most megint az idei évszől. Nem beszélek most a rezsi támogatásról, amit ugye háztartásra van vetítve. Magyarországon egy háztartás kétszemélyes, már egy egygyerekes háztartás három fővel nem fér bele. Magyarul az úgynevezett többletfogyasztók 90%-a gyermekes család, akik tehát a magas díjakat fizetik. Ezt is hiába mondtuk a családügyi miniszternek, nem csak mi, még van egy, a Tudományos Akadémiának van egy demográfiai részlege és a Statisztikai Hivatalnak a Népesedés Tudományi Kutatóintézete. Fogalmam sincs, hogy kik sognak a családügyi tárcának, minket nem hallgatnak meg, az biztos. Tehát, és akkor még ennek van egy vetülete, ami egy kicsit ütközik a mi hazánk véleményével. Sokan azt mondják, hogy azért van a 30-as, 40-es nők kipaterolása ezekből a kedvezményekből, hogy tereljék őket a munkapad felé, mert munkaerő hiány van. És most jön az a nagy kérdés, ami a világ 50 országában megoldott, hogy a vendégmunkások azok jók. Ha megvan határozva is ilyen rendben, hogy mettől meddig vállalhat munkát, és utána el kell, hogy menjen, és ez itt megvan oldva, akkor helyettesíthetik ezek a nőket. Tehát nekünk az a véleményünk, hogy a
azzal a megkötéssel, hogy a nők terhét csökkentik, hogy visszaállítják a 30-as, 40-es évek nőktől elvett jogokat, miért ne lehetne támogatni a vendégmunkásokat, hiszen nagyon sok ország abból gazdagodott meg, hogy ők értékterületet állítanak, tehát a munka az értékteremtő, nem mondjuk le erről a lehetőségről. És köszönöm a figyelmüket! Valóban ez már kicsit ilyen aktuálpolitikai kérdés volna, a vendégmunkások ügyében valóban lehetnek itt nézett különbségek. Minden esetre az, amit Fekete Gyula és édesapja, szintén Fekete Gyula ugye képviselt, a számunkra mindenképpen iránytű, és sajnos a mai napig hiányzik az, hogy a nyugdíjrendszerben édesapja által felvetése nyomán azért azt gondolom a népesedési kerekasztal, hogy sokan képviselték, a mi magunk is a programunkban szerepeltetjük, hogy a született gyermeket ismerjék el a nyugdíjrendszerben. Ez, ami hiányzik, és ez is egyébként a népesedés politikai fordulathoz hozzájárulhatna, hogyha a nyugdíjrendszerben megbecsülnék azokat az édesanyákat, akik gyermekeket, pláne ha több gyermeket neveltek föl. Ezért a dolgozó gyermek személyi jövedelmadójának egy részét automatikusan lehetne például ugye utalni a szülő számára egyfajta nyugdíjkiegészítésként is. Ugye. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a felvetést a Fekete családnak, ha így mondhatom, mert ezzel mindenképpen egyetértünk, és ezt mindenképp szeretnénk továbbvinni. És nyitottak vagyunk egyébként a szakmai párbeszédre, mert látjuk azt, hogy valóban mi is ezt tapasztaljuk, hogy a kormányzat nem igazán fontolja meg a különböző javaslatokat, és ezért ki kell hangosítani, ha kell követelni ezeket a népesedéspolitikai felvetéseket. És akkor, akit ma már sokszor említettünk, következő felszólalónk Esze Tamás, légy szíves, fáradj ide, hiszen való igaz, hogy sokan, például Fenyvesi Zoltán is híres volt arról, hogy érdemi kritikát mert megfogalmazni a mi elnökségében, valakik akár bárdolatlan kritikát is, nem tűrt kritikát is megfogalmaztak, hogy mondjuk a Szabó Lukácsot tekintek, de mindez diplomatikusan tették, voltak egészen markánsan is a budapesti elnökök testületében néha kritikát mert megfogalmazni, és hát mindenképpen gratulálok ahhoz a munkássághoz, amit itt Dél-Budán folytatott, hiszen ahogy mondtam, a mi évnek a bázisa volt, a 11. kerület mellett azt gondolom a 22. kerület is. Tiszteltem, üdvözlök minden megjelent társunkat. Vannak arcok, akikkel ritkán találkozok. Gyurival utoljára a Varga Buszi temetésén, aki között barátunk volt, akkor futottunk össze. És hát mesélhetnék, de nem ez a lényeg a dolognak. Kicsit nehezen járok, mert augusztusban betettek egy térprotézist a térdembe, de nagyon-nagyon szépen javult, hogy áprilisban már teniszezni fogok vele. Na, hát az a lényeg ennek a mai összejövetelnek, hogy csak a szépre emlékezünk. Én nagyon hamar vezető beosztásba kerültem, mérnök vagyok. Kicsit nagyképűen hangzik, az édesapám katonatiszt volt, aki ugye az utolsó másodpercig harcolt, még a lővérekben lőtte az oroszokat, és utána mentek nyugatra, hogy amerikai hadifogságba kerüljenek, mert akkor ők már tudták, hogy a felszabadító szovjet csapatok, akik nagy részben ukránokból, és másik nagy rész pedig ilyen kirgiz, meg üzbék, meg ilyen hordalék népségből álltak, hogy mit művelnek, és az anyai nagyapám is katonatiszt volt, és az édesanyám is ment, és ott találkoztak az egyik fogolytáborban. A tiszteket azokat ilyen gazdag bajor parasztokhoz szállásolták be. Hát ezt az apám meg az anyám már 5-6 éve ismerték egymást. És amikor ezt 1976-ban ezt a családot meglátogattam, akkor megmutatták, hogy a Herr Hauptmann mit Schöne Frau melyik szobában lakott, és ott a lányok vihogásából arra következtettem, hogy én valószínűleg abban az ágyban készültem. Na most ez lett a családveszte, mert az apámnak az volt az elve, hogy egy eszehivadék nem született idegen földön, hazajött. Na most a hősi helytállásáért elsőfokú halálra ítélték, másodfokon 10 évet kapott, 6 és felett le is töltött. Az utolsó 4 évet a Cseri aknába várpalotán, és emlékszem rá, hogy amikor kiszabadult, akkor még utána 5 éven keresztül rabtartást fizetett, mert úgy látszik vájárként nem tudott annyi pénzt ott megkeresni, hogy ezt a napi kétálkaját azt tudták volna ingyen adni neki. Na, és ugye ebből meg a mérnök
mi voltunkban, nekem az a rögeszmém, hogy kétfajta ember tud igazán jól szervezni, az egyik a katona, ugye, mert ezt tanulta, a mérnök meg azért, mert tulajdonképpen hát a rendszereket, meg egyéb dolgokat oda szervezni kell. És hogyha ha megnézzük azért, hogy ezt az országot itt hosszú évek óta kik vezetik, hát akkor azért elég kevés műszaki ember találunk közöttük. Így aztán én bármilyen szervezetre betettem a lábamat, ott elég gyorsan vezető pozíciót kaptam. Nem azért, mert én annyira akartam, hanem mert látták, hogy ha én belekezdek valamiben, akkor azt én rendesen megcsinálom. És én nem akartam politizálni, eszemágában nem jutott. Nekem az volt a célom, ugye hát az apámnak a börtönbüntetése mellett vagyonelkobzás, politikai jogoktól, egyebek. Engem úgy irattak még a gimnáziumban, hogy a paptanárok azt mondták az anyámnak, hogy ne add be a jelentkezési lapját a fiadnak, hanem csak jöjjön be, aztán beül a padba, úgyhogy a névsorban, mint Eszek Tamás, a legutolsó gyerekként fogtam beírva. Az öcsémmel már egyszerűbb volt a dolog, mert egy eszeg gyerek volt, akkor legyen még egy, aztán készen van. És a műszaki egyetemre pedig 64-ben iratkoztam be, akkor már egyszerűbb volt a dolog, mert akkor már egy kicsit úgy enyhült a helyzet, meg a nemzetközi helyzet is, és elég magas pontszámot értem el, úgyhogy akkor fölvettek rögtön a gépészkarra. Na most ösztöndíjas voltam egy vállalatnál, egy sportösztöndíjam volt, oda el kellett mennem 3 év múlva, mert az igazgató elhatározta, hogy belőle szocialista mérnököt fog nevelni, és mivel én nem voltam hajlandó belépni a pártba, a főnöknél azt mondta, hogy akkor menj el máshova. És akkor elmentem vidékre dolgozni, az életre szerencse is kell, ott rögtön vezető beosztásra kerültem is. És hát a mezőgazdaságban akkor konjunktúra volt, nagyon sok munkánk volt, nagyon sok pénzt kerestünk. És az így ment 90-ig, 10 évig Örömön dolgoztam, utána a Széchenyi második Rákóczi térdre mentem dolgozni, ugye egyszerűen milyen érdekes, hogy második Rákóczi TS. És amikor onnan a Hütter Csabát a német kormányba mezőgazdasági miniszternek tették, ő lett a Láncsának az utódja, akkor én már láttam, hogy ha a Csaba elmegy, akkor ez össze, akkor eljöttem onnan, és 90-ben már alapítottam egy saját céget. Ipari kazánokat javítottunk, nem akármilyen cég volt, egy német haveromat kértem föl társnak, tehát az ő törzstökét is én tettem be, mert akkor már elég sok pénzem volt, és 60 emberrel dolgoztam. Hát dölt alóvé, de a rendszerváltás után én rögtön észrevettem, már 91-ben láttam, hogy ami itt folyik, privatizáció, egyebek, hogy ennek az országnak ennek gyakorlatilag vége van, tehát itt valamit kellene tenni, és akkor elhatároztam, hogy elveim ellenére mégis elkezdek politizálni. Na de hova menjek? Hát két párt jöhetett létre, vagy szóba, a kisgazdapárt, vagy pedig a miért. És akkor elmentem egyszer a Tortjához, és utána elmentem egyszer a Csurkához, és a két emberrel történt beszélgetések alapján megállapítottam, hogy az a két emberből minőségi különbség van, és akkor a miért ellen döntöttem. Budafokon akkor volt egy ilyen 5-6 fős szervezet, oda beléptem, fél év múlva engem választottak meg az elnök, de egy év múlva 52-en voltunk. De az egy 50 ezer fős kerület volt, szemben a 11-e a 200 ezer ember volt, tehát arányaiban körülbelül úgy hasonló volt. De nagyon sok szimpatizásunk is volt, mai nap is nagyon sok van, mert amikor az elnök úr kint volt nálunk egy irodaalvaton, akkor abban a teremben, ahol voltunk, 92-en gyűltek össze, talán emlékszel rá ide. És nagyon, nagyon jó hangulat volt, mert most nem vagyunk csak olyan 15-en körülbelül, de van legalább 100 aktív támogatónk, akik nem lesz gondunk, hogy itt az ajánló személyeket összeszedjük a választásokra is. Én nagyon készülünk itt az önkormányzati választásokra. Hát igen, na most ugye csak a szépre emlékezünk, mutattam az Erikának, de ugye ő volt az egyik újságíró, aki... Ja, és még egy, hogy szerepeltünk. Ugye, akkor még kétfordulós választások voltak, Budapesten csak a 22. és a 11. kerület volt, ahol a jelöltek bekerültek a második fordulóba, és ezek a jelöltek a 11. kerületben a Fenyvesi Zoli volt, a 22. kerületben meg az Esze Tamás. Ugye? Tehát mindig mi voltunk a mérleg nyelve. Ez mi mind a két választási, a két fordulósba bekerültünk a három
legjobb eredményt elérők közé. Tehát volt súlyunk, és az önkormányzatban is, annak idején önkormányzati képviselő voltam 12 éven keresztül, három mélyépes képviselő volt, egy embert közvetlenül választottak meg, ketten pedig listáról kerültünk be. Tehát egy nagyon erős és jó szerve, ott is mi voltunk a vérlegjelben, tehát jó szerepeltünk. Mutattam az Erikának, hogy 2001-ben Csurkának van egy kötete Magyar Szemmel, beleírta, hogy Esze Tamásnak szeretettel, és aláírta, hát akkor még szeretett. És én gondolkodtam rajta, hogy mit szeretett bennem. Hát valószínűleg azt, hogy nem tudott az asztal alá inni, ugye? Mert ugye a Pista, amíg bort látott az asztalon, addig nem állt föl. Én se. Aztán akkor egy idő után jött a Gizi, és mondtam, most menj az asztán, készen van intézve. És hát én is jártam a Damjanics utcába is, meg a kastélyba is, erről beszélgettünk is, a sztorikat, hogy mik voltak a tapasztalatok. Volt ilyen sorozat, hogy kávéházik, vaterkázások, és akkor oda prominens embereket hívtak meg, és akkor egyszer velem is vaterkázott a Csurka, és a Gizi kitalálta, hogy mondom, hát hol a bor? Azt mondja, hogy a Gizi, ma nem lesz bor. Mondom, hogy? Hát azt mondja, mert úgy döntött ő, hogy ma nem, mert Pista már írott tegnap eleget, és akkor ma nem lesz bor. Hát mondom, hogy lehet bor nélkül vaterkázni? Azt mondja, majd meglátod. Igen, jó. Elkezdtem bakolni. Azt mondja, a Csurka, hova mész? Mondom, haza. Hát hogy? Hát majd bor nélkül nem vaterkázni. Akkor egy rövid vita, és akkor azt mondta a Gizit, na jó van, ha ezt a pecsétes nyakkendőt kicseréled egy másikra, akkor hozzatok két üveget bor. Akkor majd morogva fölvett egy rendes nyakkendőt, és akkor vaterkáztunk. Hát szóval így zajlottak ezek a dolgok, a kisiklást azt ismerjük, és akkor utána jött a másik radikális párt, ahol valahol fölplankolták, hogy van itt egy ilyen nagy pofájú jó szervező, és valaki megkeresett, és emlékszem rá, hogy három fiatal emberrel, a Gurma étteremben beszélgettünk, az egyik a Dávid volt, a másik azt hiszem a Nagy Ervin, azt hiszem ő akkor elnök helyettes volt. És a harmadik meg a párti igazgató lesz, hogy hívják ezt a csibészt. A Gábor, igen. Hát ő az egyik útmérgező ott a Jobbikban, ugye azt hiszem, ezzel mindannyian egyetértettünk. És akkor, de az volt a baj, hogy én akkor már a Gazdag Pista, Schuster Lóri féle Magyar Nemzeti Frontban már elköteleztem magam. És akkor én ajánlottam valakit magam helyett. Nem sok nagy baklövés volt az életemben, de az volt. Úgyhogy ez nem vált be ez a dolog. És aztán később, mert azért a Dávid elég hamar elment onnan, de nem tudom, hogy miért. Ez is érdekes most már. Na elég az hozzá, hogy... És később meg már örültem, hogy nem léptem oda be. És aztán ugye, mikor jött a Jobbik bukása, elég vén ember vagyok, már most már ráérek, és akkor gondoltam, hogy hát most itt van egy párt, amelyik megint nyiladozik, és akkor egyszer valahogy az előnkkel összefutottunk, és az előnk megkérdezte, hogy nem szervezném el a kerületbe újjá, mert akkor volt ott négy-öt lelkes ember, de hát nem volt semmi, és akkor megcsináltuk, és hát az országgyűlési választáson már elég tűrhetően 5% fölött szereztünk, de hát azóta ugye azért a pártunknak a támogatottsága még a legmocskosabb közvéleménykutatók szerint is, ugye már 10% fölött van. És hát én bízom benne, hogy tovább fogunk erősödni, és én nagyon bízom benne, hogy két radikális párt temetésén már ott voltam, hogy nem kerül erre a dologra sor harmadszor is. Ezzel zárnám, csak két emberre szeretnék még emlékezni, bocsánat. Az egyiket úgy hívják, hogy Rejtő Lajos. Ő a miért legjobb budapesti elnöke volt a Lajos. Nagyon szoros kapcsolatban voltunk, mert TT-ben dolgozott a kínaiban, és rendszeresen találkoztunk ott. A másik fiúnak, Marsi Péter, ő pedig minden idők legjobb kampányfőnöke volt. Őtől lehetett igazán megtanulni, hogy kell egy kampányt megszervezni, és hogy lehet azt lebonyolítani úgy, hogy ott minden klappoljon. És a Péter és Budafoki gyerek volt a Lánc utcában lakott, a Huga volt velem egy idős, a Péter 3 éve idősebb volt nálam. És ugye mi, vagy 20-an
kezdtünk összejönni a régi népesek közül, én úgy hívtam őket, hogy a mamutok, és akkor ott mindig nosztalgiáztunk, meg ilyen kisebb balhékat csináltunk, ilyen trianoni emlék ünnepen. Hát ezek ilyen kabaréba írva dolgok, de nagyon jó volt, nagyon sokan meghaltak közülük, és szegény Péter az most karácsonykor ment el közülünk. Hát őről szerettem volna még megemlékezni, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem, hogy a továbbiakban is kitartunk, és megyünk előre a magunk által, hogy már az ott legyen. Nagyon szépen köszönöm, és engedd meg, hogyha Papolci Gizellától nem is kaptál volt tőle egy üveget az Országház borából, haragjam. Köszönjük szépen, illetve a királyért a mai este korlátlan egy ilyen kvaterkázásra. Ezt a Tamás a legjobb viccmesélők egyébként. Vannak pajzánabb viccek is, amiket most még nem mondott el, de megoldódik a nyelve, hogyha egy-két üveget ebben viszünk az Országház borában, amivel készültünk itt minden egykori prominensnek ilyen ajándéka, úgyhogy senki sem menjen el üres kézzel. De még ha van kitartás, feltétlenül szeretném megkérdezni Metes Györgyöt is, amit már többször említettünk, hogy szólnál-e a közönséghez, hiszen Hegedűs Lórát mellett perbe fogva, ugye ahogy említettem bemutatásokkal az Évesző című lap főszerkesztőjeként álltál bíróság elé, és bár Hegedűs Lóri volt az, akit ott vára vettek a bíróság folyosóján azon a diadalmas képen, amit talán a Google mai napig az első között dobja, hogyha Hegedűs Lórit ütjük be a keresőbe. Minden esetre azért a másik perbe fogott régi bajtársunk, Metes György. Hát szervusztok, köszönöm mindenkit. 97-ben lettem a 16. kerületi MIR szervezetnek az elnöke, és azon megörököltem a kerületi ébresztő, biztos sokan emlékeznek rá erről a névről, hogy ébresztő című szaklapot, amit mi adtunk ki, 24 ezer példányban negyed évente, és kaptam egy cikket a Lóritól, aminek az volt a címe, hogy 1000 éves magyar állam. Keresztény magyar állam. És hát ebből sok minden le volt írva, és volt egy nagyon jellegzetes mondata, a galíciai örmentek, ez sok mindenkinek beugorhat, ez a szó. És hát ezért minket perbefogtak, már ő is említette, közösség elleni izgatásért, egészen a legfelsőbb bíróságig ment az ügy. Nagyon érdekes volt az egész tárgyalás, de a legfontosabb az volt, hogy a végén felmentettek minket. Első fokon a Lóri kapott volna másfél év börtönbüntetést, ki meg 600 ezer forint pénzbírságot. Hát azért 97-ben 98-ban nem volt kevés, és végülis a legfelsőbb bíróság fölmentett minket azzal, hogy ez a cikk nem szól személyek ellen, és ezért nem lehetett a közösséget így behatárolni. Kihirdették az ítéletet, ott voltunk bent, nagyon sokan voltak, le is kellett cserélni a termet, a tárgyalási termet, nagyon sokan jelentkeztek a szimpatizások közül. És a végén, mikor felmentettek minket, elénekelték, fölálltak az emberek, elénekelték a himnuszt. Tehát itt fordult elő, hogy a közönség fölállította a teljes bíróságot és az ügyvédeket, és énekelték a himnuszt. Egy valaki nem állt föl, az pedig az ügyész volt, ha emlékszel rá. Szégyen! De is üvöltöttek neki mindenféle, most a jelzőket nem fogom használni, de akkor se állt föl, hanem fogta magát és kiment az oldalajtón. Hát ezt szerettem volna érdekességképpen elmondani, de ez egy nagyon meghatározó volt az én életemben is, meg a miért életében is, mert utána sok minden történt meg ennek kapcsán. Úgyhogy köszönöm szépen, ez volt egy olyan jelentős momentum, amit szerintem már többször szóba került, és el akartam mondani. Köszönöm szépen. A bor neki is jár. Köszönjük szépen, és hát Metes György a miért 16. kerületi elnöke volt. Ki nem találnák, ma a mi hazánk 16. kerületi elnöke. Van itt sok személyi átfedés. Mert
kezdem úgy érezni, hogy több, mint a Jobbikkal, de lehet, hogy csak ma már az olyan, amit az önéletrajzából inkább kihagy az ember. Hát ez nem a mi szégyenünk minden esetre, akármivé is vált. Minden esetre az, hogy a miépre ma már ilyen jó szívvel tudunk gondolni, az mindenképpen örömteli. És itt van még valaki, akit már említettem, de mikrofon még nem kapott. Tóth Máté energiajogászként ismert, manapság egy kitűnő szakember, vagy hát doktor Tóth Máté természetesen. A miép ifjúsági tagozat egykori vezetője, elnökségi tagja voltál, és szóvivője is, ha jól emlékszem. Így van, nagyon szépen köszönöm, és hát nagyon megtisztelő látni a régi gárdát, ha lehet így fogalmazni, ugye Napóleonnak volt az öreg gárdája, ugye most már ha hallgatva az anekdotákat, ugye kicsit ilyen múltidézésbe fordul talán ez az este. Hát nekem a fiatalságomról van szó, tehát én 10 éves voltam, amikor a miép ifjúsági tagozatának a Kiskunfélegyházi szervezetét megalapítottuk annak idején. Nem akarok visszaélni az idejükkel, mert a terem egyik fele, ahogy látom, majd megfagy, itt a másik felében meg hát nagyon, hát ilyen nem fehér embernek való idő van. Úgyhogy én nem is múltidézni szeretnék igazából, bár tényleg így a fiatalságról aztán végképp szívesen nosztalgiázik az ember, de hogy három reflexiót szeretnék az elhangzottakhoz fűzni. Az egyik az, hogy azért bármennyire is most múltat idézünk, és egy szervezet valóban kimúlt ebben az értelemben, tehát van ennek helye, de hogy azért az a hívószó, amihez mi csatlakoztunk, és mi fiatalként is csatlakoztunk, azért az valami időtlen. Tehát a nemzet, a nemzeti érdekért való aggódás, a nemzetépítő állama, a Csurka István ugye a programot is megfogalmazta, az azt gondolom, hogy valami olyasmi, ami nem a múlt, nem egy a 90-es évek elejéhez tartozó, valami meghaladott történet lenne. A nemzet az él, az egy élő lény, az egy örökkévaló, amihez ha valaki át tudja érezni teljes valójában, akkor csatlakozik, és pontosan ezt hallottuk meg, ezt a hívószót, azt gondolom akkor, amikor csatlakoztunk, tehát ez csak így helyre tenni, hogy bármennyire is a konkrétumok kapcsán ugye szívesen is hallgatjuk a régi történeteket, de hogy az, ami minket a nemzeti oldalra szólított, az nyilvánvaló módon örök. Tehát ilyen módon nem épült el. A másik az, hogy azért Csurka István, én emlékszem, amikor mi a 90-es évek végén vártuk mindig a Magyar Fórumot, és olvastuk a Minden, ami van rovatot, és amiket ott leírt. Csurka István, mint politikus, mint dramaturg, mint művész, azért megtermékenyítette Magyarországot. Hát ma már minden irányban, tehát azt gondolom, hogy Csurka István hatott, és mindannyian örökösei vagyunk. Szomorúan olvastam pont a Csurka kötetben, hogy a halála után az irodalmi örökségért egy örökösödési per és vita indult, teljesen méltatlan. Csurka Istvánnak mi mind örökösei vagyunk, meg már kockáztatni, hogy egész Magyarország. És nem csak azért, mert Csurka István gondolata is az volt, hogy minden magyar felelős, minden magyarért, ugye Szabó Dezsőtől víve tovább a fáklyát. Nem csak azért, mert a népi gondolat ezzel talált vissza a szovjet szuronyok után, ugye a közéletben is, így találta meg a helyét, de azért is, mert így vagy úgy, de Csurka Istvánra, a miépre, azokra a gondolatokra ma már valamilyen módon mindenki reflektál. Tehát ez ugyanúgy jelen van a külpolitikában, a kulturális gondolkodásban, de Csurka István abszolút messzebbre hatott annál a közegnél, akiket az ő nevével annak idején fényjeleztek. És a harmadik dolog meg, hogy nagyon sok minden abból, amit Csurka István mondott, azért ma is aktuális. Ugye hallottuk az idézetet a Váteszi Jóslat, hogy nagyon sok minden mostanra igazolódott be, és azokból a témákból, amiket Csurka István a 93-as dolgozatával és utána a felszínre hozott, ezek a mai napig megoldatlan kérdések, vagy olyan kérdések, amik a magyarság sors kérdései. És nem csak abban látod nagyon tisztán, amikor azokról a külpolitikai hatásokról és veszélyekről írt, ahol nem csak a továbbélő bolsevik nomenklatúra jelentette a veszélyt, hanem a New York, ugye valami tengelyről is beszélt talán, az amerikai befolyás és hatás, amit itt érzünk a szomszédunkban, hát háborút robbantott ki az amerikai érdek, és az amerikai és az orosz érdekzóna itt a szomszédunkban ütközik össze az ottani kisebbségi sorban élő magyarok feje fölött.
Vagy az a határon túli magyarokért való aggódás, ahol sajnos hallottuk az előtörténetét, hogy hogyan árulta el az a rendszerváltó elit Antallal, vagy az alapszerződésekkel a kárpátaljai magyarságot, de egyébként minden szomszédos országban élő magyarságot, ugye a nemzetpolitikai félt, és ez a mai napig egy megoldatlan probléma, ahogy fogy a magyarság. De nagyon tisztán látom, hogy a privatizáció problémáit. Én amikor kezdtem ügyvédként dolgozni, akkor pont abban a szerencsétlen helyzetben volt részem, hogy akkor folytak azok a nagy perek, azok a nagy erőmű tulajdonosok által, nemzetközi tulajdonosai voltak nyilván ezeknek a nagy magyarországi erőműveknek, azok a perek, ahol Magyarországot, a magyar államot perelték. És ennek kapcsán át kellett nézni a privatizációs dokumentumokat, amiket én gyerekként olvastam, hallottam Csurka Istvántól arról, hogy milyen tékozlás volt a privatizáció, hogy adták el 3 üveg gyöngyért külföldi államoknak egyébként, és a nemzetközi pénzmagántőkének a szavatoló magyar infrastruktúrát, az ott betűről betűre azoknál a, ugye due diligence-nek nevezzük ezt az átvilágítást, a peres átvilágítás, mert ez mind beigazolódott. Úgyhogy azok a témák, amiket Csurka István asztalra tett, ezek a mai napig aktuálisak. Úgyhogy én csak annyit akarok, nem megszakítva persze a múltidézésnek a kellemes és fontos ívét hozzáadni talán ez a ma estéhez, hogy a miév és Csurka István ezen három oknál fogva ma is aktuális. És amikor azt halljuk, hogy Csurka Istvánnak igaza volt, ezt azért nagyon sok helyről hallani már, ezt mondja Schiffer András, ezt leírta a Huth Gergő, nagyon sokan mondják ezt, hogy Csurka Istvánnak igaza volt, valóban igaza volt, és igaza is van, úgyhogy amikor egyre többen vállalják föl így vagy úgy Csurka István örökségét, akkor mi, akik viszont tényleg az örökségét hordozzuk, mi legyünk teljesen biztosak abban, hogy azok a gondolatok és azok az értékek, illetve azok a felnyitott témák, azok valóban köteleznek minket, és emiatt a miép és Csurka István az nem volt, hanem van ez a jelen, és ez feladatokat jelöl ki. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megtaláltatok. Köszönöm szépen Dr. Kolt Máté energiajogász energikus hozzászólását. Vigyen tovább ez a lendület és ez a csurkai örökség. Egyébként tényleg volt egy ilyen gerilla plakátunk is, épp itt a 11. kerületbe kezdtük el ragasztani. Ilyen házi készítésű plakátnak tűnt, mint nem is a miért csinálta volna. Hát nem hivatalból végül is, de mit csináltunk, mi épesek. Az volt csak ráig, hogy tulajdonképpen Csurkának igaza van. És így 3 pont. És ilyen olyan kis gagyi plakát volt, hogy mindenki azt hitt, hogy ez csak valaki kiragasztott, és így elgondolkoztak rajta sok, hogy igen, rasszista, meg antiszemita, meg mindenek mondják, mindegy, már kit érdekel, de tulajdonképpen igaza van. Hát azt gondolom, hogy örülök, hogyha ez a gondolat így megy tovább, mert sok mindenben igaza volt, úgyhogy jár a bor természetesen az országházbora. Egy jó évjárat egyébként, 2022-es, ugye Torosz Lászlóra nézek nekünk, ez egy jól sikerült évjárat, nagyapám borra egyébként, egy magunkfajta borászatot választottunk, egy hozzánk közel álló borászatot, és nagyon köszönöm, hogy mindenki még kitart, mert vannak még hozzászólók. Tudom, hogy sokan besöpéltek itt, közben jöttek nekem az üzenetek telefonon, mert egy ilyen sátrat ide felhúztunk a bejárat elé, az iroda elé az eső ellen, de valaki már oda söpélt be a sátor alá, tehát sokan haza kellett menjenek. Sajnálom, de aki kitart, az érezze kitüntetve magát ezáltal, és egy kis dezsávű tényleg a Hősök terei sokórás nagygyűlések emlékére. De ha már említette Máté a Magyar Fórumot, a Magyar Szemmel rovatot, akkor a mai meglepetés vendégünk ugye Vasvári Erika, akit mindenképp szeretnék ide a mikrofon szólítani, a havi Magyar Fórum szerkesztőjét, illetve ígért egy néhány relikviát is, hogyha itt be tudjuk mutatni, akkor itt egy kis helyet szorítunk az asztalon neki, mert most valahogy havi Magyar Fórumon én se készültem, azt nem tudtam felmutatni. Már azért ezt a posztert mindenképp Rólántól megkérhetnek, hogy mutassuk fel így. Azért a nemzetépítő állama, bár ez a heti Magyar Fórumnak volt egy ilyen eklatás melléklete, ugye egy ilyen panoráma kép, az akkor még nagy dolognak számított a panoráma fénykép és a hasonlók technikailag, azok a 100 000-es gyűlések, amit ma már legfeljebb Photoshoppal lehet előállítani. Minden esetre azért irigykedve gondolunk a Facebook világa előtti időkre.
Köszönöm szépen, én tényleg csak egy percet kérek. Ez most, amit itt nem fogok tudni, ez az úgynevezett Csurka István archívum, ami Szűcs Zoltán gyűjteménye volt, és tőle én gondozom most már. Itt rengeteg minden van, Csurka kézzel írott levele Jean-Marie Le Pennek, Püspök úrral folytatott levele, de rengeteg minden, ezt most nem fogom minden elmondani. Amit mondani szeretnék, az az, hogy utána szívesen megmutogatom, nézegessünk Csurkát, hogy én az utóbbi másfél-két évben a Csurka István bibliográfiáját megcsináltam, és ez nem olyan unalmas, mint ami ennek hangzik így. Én nagyon remélem, hogy ez a könyvhétre meg fog jelenni. Ez úgy néz ki, elképesztően nagy munka volt, a Csurka rengeteget írt, talán csak Kosztolányi írt nála többet. És ez úgy fog kinézni, hogy minden egyes írásából egy nagyon rövid összefoglalást csináltam, de Csurka mondataival, tehát ez egy echte Csurka mű lesz. Mondom, remélem, hogy a könyvhétre megjelenik, és ajánlom az önök szíves figyelmébe. Ami pedig a miép történetét illeti, az megjelent, ugye, köszönöm szépen, megjelent a 10 éves miép története, tehát ott ezt el lehet olvasni. Vagy be vagy. Jó, ja, szuper, igen. Szuper, jó. Jó, tehát csak ennyi. Itt vannak egészen korai Csurka, még a beszélőből írt, ugye a Csurka 86-os beszélős. A beszélő, tehát az első közéleti publikáció gyakorlatilag azok is itt vannak, mert sok minden van, ezt megmutatom. Én ajánlom az önök figyelmébe, illetve még egy dolgot szeretnék azért néha megemlíteni, hogy ugye volt szó arról, hogy Csurkának szobrot kellene állítani, és ezügyben el is indult valami kezdeményezés. Én javaslom, hogy ezt ne felejtsük el teljesen. Itt van például egy levél, Fekete Gyula és még ketten, most nem tudom, kikérták alá, Csurkát Kossuth díjra javasolták annó, most nem is tudom melyik évben, itt van a levél. Tehát én azt gondolom, hogy annyira korszakos jelentőségű írófejedelem volt, hogy ezeket ne felejtsük el, és azért itt-ott emlegessük. Nem tudom, posztumusz lehet-e Kossuth díjat, megint nem. Hát akkor ez már nem lesz. De szobor még lehet. És akkor még egyszer hadd ajánljam figyelmünkbe. Meg lehet változtatni egy törvényt, hogy lehessen posztumuszhoz. Meg lehet változtatni egy törvényt, mondja a Törner igazgató, ez így van. És akkor én remélem, hogy ez a bibliográfia, amit remélem, hogy megjelenik nyárra a könyvhétre, ez egy kellően alapos összefoglalása lesz Csurka összes fontosabb gondolatának, Gázától, Ukrajnáig, Kumbéláig és minden. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmükbe. Köszönöm szépen! Köszönjük ezt az elképesztő munkát, azt is, amit a Magyar Fórum szerkesztésével töltött, ezeket az újabbakat is, amit itt most a háttérben folytat. 86-os relikvia, ez már szamizdat tulajdonképpen, az már nem csak muzeális, de kifejezetten szamizdat, ez egy ára volt természetesen. Köszönjük szépen, és olvasgassuk, akkor nézegessünk Csurkát, akkor majd akár egy üveg bor mellett, még aki ráérít az este folyamán, akkor talán kicsit szellősebben leszünk. Mindenesetre kitartunk. Toroszkai László általában az utolsó, aki az ilyenekről távozik, úgyhogy ezt a Tamás nagy, mármint nem a bort illetően, de az időráfordítás és a kitartást illetően emberére lehet, úgyhogy meglátjuk ezt a jelképes szkanderbajnokságot, figyeli majd. Mindenesetre Mestjenek Ödön is jelentkezett, illetve szerettem is volna fölkérni, dr. Mestjenek Ödön, műegyetemi oktatót, illetve, tehát ahogy említettem, talán kormányon persze effektíve csak Respik László volt a közigazgatási hivatal vezetőjeként, de a főváros legnépesebb kerületében, az ország 5. legnagyobb önkormányzatában alpolgármestert adhatott a miért dr. Mestjenek Ödön személyében. Köszönöm szépen, hogy megfelelni az elvárásoknak, az első a köszönetté, hogy itt lettek, és annak, hogy Fenyesi Zoltán mellett, Novák előtt, Kovács Dávid mellett szolgálhattam a nemzet ügyét, már olyan értelemben, hogy apró pici funkcióm, ami volt, igyekeztük megtölteni tartalommal. De ha itt vagyunk, feltétlenül a többekről meg kell emlékezni, itt a Sándor barátunkat most nem állátom, Merényi Sándor, hogy ez nagyjából így néz ki, ez az ő munkásságára köszönhető, és nagyon sokan működtek egybe is. És Mármint az iroda. Iroda, jaj! Lányom zavaromba, itt túl gyorsan akarok már beszélni, mert hogy... Tehát az irodát köszönhetjük Merényi Sándornak, azóta sem sokat változott lényegében. Jó, minden esetben...
az egy egészen egyedi dolog volt, de még szeretném azt mondani, hogy nem csak kiváló taggyűlések voltak, itt öregek klubja, meg nem tudom, elképesztő életet varázsolt ide Fegyvesi Zoltán annak idején a 11. kerületi lakosok közül, tehát ez tényleg egy fogalom volt, és hát én örülök, hogy ennek része lettem. Én bekerültem alpolgármesternek, ez megint már itt szóba kerül, hogy gyorsan elmondom a Zoltánnak, köszönhető, hogy ő nem lépett vissza a Jóos Katalin javára, mert nem volt hajlandó a listán. Nem, problémán már nem emlékszem a részletekre, lényeges, így kerültem én alpolgármesteri helyzetbe egy fél évre rá, mert tudta a Jóos, hogy az, amit az Zoltán mond, az ugyanos. Tudni kell, hogy itt mi rengetegen voltunk, szerintem többen voltunk még most általában, de ami lényeges, hogy a Fidesznek az a viszi át a mi évben, hogy annyi tagja van, ahányadik kerület. 10 felett osztani kell 2-vel. Tehát egyszerűen nem volt tagsága. Itt tériszonya volt, amikor eljöttek ide látogatóba, mert ez nem volt. Egy biztos, hogy nekem azért nem volt egy bótékül mulatság, csak annyit akarok elmondani, hogy senkinek nem beszélek erről, vagy nem jövök róla beszélni. Ugye októberben volt a választás, és mi január végén tettük le az esőt. Miért? A fideszes barátainknak volt bőven gondja azzal, hogy egy ilyen fasiszta, rasszista, soviniszta, kirekesztő, berekesztő, mindenfélenek mondott párttal ő összeállhat-e, és hát ennek nem volt egy mondékül mulatság, de a 4 évet teljesítettem úgy, sok millipes követelmények nem megfelelve talán, de akkor ismertem meg azt, hogy ez a mép, ez egy tényleg ható erő a szellemi körben is. Amit el szeretnék mondani, ami miatt egy sok mindenről szóval került. Csurka, de én volt alkalmam ismerni, már említettem, és többször találkozni a Lázár Ervinnel, aki szintén Magyar Fórum alapító volt. Teljesen egy húron pendültek, egy dologról soha nem beszéltek. A vagyonról, a privatizációról. Semmelyik írásukban nincsen erről szó. Mert tudták, hogy ez nem az ő és annak a társaságnak a megvitatható területéhez tartozik. Mondok egy másik nevet, Ungor Ernő, aki akadémikus volt és nagy ember. Német Miklós majdnem beválasztotta a kormányába, el lehet olvasni, hogy miért nem lett. Ő elmondta, hogy sírt, amikor a kínain és a többi nagygyár privatizációja volt. Semmi beleszólás, akkor ő az Antal kormányban a műszaki fejlesztésért felelős miniszter volt. Tehát ezekről nem lehetett nekünk tulajdonképpen értelmesen pertaktálni az ügyeket. Mit akarok mondani? Az, hogy gondoljuk arra, sok ostoba marhaság jelenik meg az oltásokról, meg Karibó Katalin működés, egy zseniális dolgot talált ki. Nem. Hát, nem. Jó, én azt akarom mondani, ezt én befejezem, de valószínűleg az alapfogalmaikat se tetszik érteni, de azért van biztosan tetszik. Zseniális tépírtó! Nem, ezt kellett volna. Térjük vissza az eredeti témára, jó? Tehát megértem az indulatokat, és a miév tüntetések hangulatát érzem már a levegőben. Emlékszem a régi elszavakra. Most megtanulod, Iván, mit jelent a Móres, minket Árpádhoz, nem pedig... Jó. Szóval voltak ilyen. Jó, van akinek nem tetszik, én elfogadom, de én azt mondom, hogy a szellemi teljesítmény volt, amit ő csinált, amiért megkapta a legnagyobb elismerést. Magyarország! Jó, akkor én úgy érzem, hogy... Ez nem az, amit közfelkiáltással elfogadott, hogyha szabad nevezető elnökként megállapítanom a szavazást. Minden esetre, Ödön, azért engedd meg, hogy egy dolgot kiemeljek a 11. kerületi VIP munkásságából, még itt COVID előtti időkből, ami pedig nem más, mint az az anyasági támogatás,
amit a miép felvetésére itt a 11-edikben a mai napig van. Elsők között vezették be, nem is kis összegben, tehát az ezredforduló környéken is már ilyen 50-100 ezer forint körüli összeg volt. Itt ugye ez nem az a közeg, ahol a cigányság népesség robbanásától kell félni, itt az a közeg, ahol jó volna, ha minél többen és többen születnének a magyarság megmaradása szempontjából, és itt első között vezették be, és szerintem a mai napig megvan, az a születési támogatás, ami alany jogon, Mesterenködön javaslatára, tehát azért voltak olyan munkásságok, illetve még egy kulisszatipot, ha már így magamhoz ragadtam, szóval azt visszaadom még, Horthy Miklós út, ugye ha már kormányon van effektíve a 11. kerületben a miért, kísérletet tettünk arra, hogy hát azért valahol viselje Horthy Miklós nevét, ugye? És voltak olyan a ciklus vége felé sajnos, az egyeztetésekre már nem jutott elég idő, de ugye akkor úgy volt a szabály, hogy fővárosi önkormányzati, emlékszünk még a Demszki érára, fővárosi önkormányzati hozzáérlás kell, ha személynévről nevezett el kerület utcát. Tehát hiába lett volna meg itt a többség, Horthy Miklós utat fővárosi közgyűlésnek is jóvá kellett volna hagyni, akkor így volt a szabályozás. Hát milyen rafinált cselhez folyamodott itt a miért frakció tulajdonképpen, hiszen egy háromfős frakciója is volt ugye itt a miértnek. Hát akkor ne személy legyen az új utca elnevezés, Madárhegyen egy-két új területen, ahol még névtelen közterületeket könnyebb volt elnevezni, mint egy régit átnevezni. Hát legyen Horthy Miklós katonája utca. Legyen ellentenger nagy köz. Legyen, mik voltak még ötletek? Dávid, emlékszem, még is valamire, hiszen Mesterenködön mellett dolgoztál te is. Tehát azért volt néhány ilyen ötlet, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai napig megvannak azok a sikerek, és ha már itt Fekete Gyula kapcsán szóba jött a népesedés politika, akkor azért én emelem kalapon Mesterenködőnek eljavaslata belet. Még akkor is, ha vannak esetleg nézetkülönbségek más ügyekben, az akkori sikerek közül valami még a mai napig is közöttük van. Fekete Gyula volt nálunk akkor, bármi szakértő is. De amit akarok mondani, hogy csak azt akarom az egészből, mindegy, hogy ki mit gondol. Nem mindegy. Nem mindegy. Gondoljatok azt. Tisztelt a más véleményét. Eltévedtem, de mindegy. Tisztelt az ő véleményét. De én nem akarom, hogy tiszteljék az ő véleményét. Úgy elmegyek, mint a... A Csurka István mindig tisztelte a más véleményét. Rendben van, csak azt akarom mondani, hogy a Csurka Istvánnak és a többiek föltudta, hát a Big Pharma, amit mondta, annyi neve. Mennyi? 1000 milliárd dollár, 2000 milliárd, hogy tudunk abban mi beleszólni? Tehát azért nem lehet a privatizációt. Kinek volt itt Magyarországon olyan pénze, hogy részt vehetett volna reálisan valamilyen árrejtésben, vagy akármiben? Lehetetlen volt, ezért is nem is foglalkoztak. De egy papírt mutat valaki nekem, amit írtak volna ezek az emberek, hogy a privatizáció, ezért nem foglalkoztak, mert nem tudtak itt foglalkozni, mert ez állami feladatnak tűnt már akkor is. Tehát a mindennapi politikai mezőnyből kiesett. Elnézést, hogy hozzászóltam. Köszönjük szépen. És kérdezem közül, hogy ki az, aki még szeretne szólni, hiszen többek voltak, akik meg akár köszöntöttem, de nem szóltak. Dalcsert György, Bánovics Tamás. A fővárosi frakcióban valakit mindenképp szólítanak, tehát ezt nem húztátok meg. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök és üdvözlök mindenkit. Itt már néhány gondolat eszembe jutott az előttem szólók nyomán. Toroszkai Laci is szólt róla, Bognár Laci is, a Vátesz. A Vátesz nem jutott addig, hogy pont tegnap olvastam, az Egyesült Államok volt és valószínű leendő elnöke napi többszörösen megküldött elnökjelölti körlevelében rendszeresen úgy fogalmaz, hogy Görbe Joe, alias Joe Biden, és a mögötte álló Soros Birodalom, illetve a háttérhatalom. Nem ismerősek ezek a kifejezések ugye a 90-es évek elejéről, pont a Magyar Fórumból, dehogy nem. Gyakorlatilag, és egy kicsit elnézést kérek mindenkitől, lehet, hogy aktuál politikai irányba fogom terelni a dolgokat, a beszélgetést. Gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy miben sikeres a 2010 év óta kormányon lévő kormánypárt, akkor vissza kell nyúlnunk ehhez a bizonyos a nemzetépítő állam programjához. Ugyanis a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény, amely annak idején 2010-ben az alaptörvénynek nevezett új alkotmány
Ban a legnagyobb felszúdulást váltotta ki Isten igazából a balliberális liberálbolsevik erőből. Ez a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény. Aztán menjünk tovább. Az anyasági támogatás, családvédelem intézménye, Csok kérdése. Aztán menjünk még tovább. Fővárosi képviselőként annak idején többek között Dancsés György barátommal együtt állandóan azt javasoltuk, hogy ugyan már mi szükség van arra, hogy egyrészt a Demszki mögött álló érdekcsoportok évente másfél-két milliárd forintos osztogatásban részesítsék a holdudvarukat. Nem kísértetiesen azonos ez most ugye a karácsonyféle városvezetéssel? Drazsé, mármint Draskovics és az összes többi levitézve tervtárs, dehogy nem. Aztán Tarlós mit ért el a fővárosban? Kormány segítséggel tegyük hozzá, ami a mi fővárosi programjának egyik alapja volt, vissza állami fővárosi tulajdonba a közműveket. Na ezt is, ezt a programpontot is gyakorlatilag a Fidesz hajtotta végre. Aztán annak idején Dancsés Gyuri barátom javasolta azt, hogy a szabadságtéri szovjet emlékművet el kéne távolítani, már ezt nem hajtották még végre, de rendszeresen előjön ez a kérdés, és ne feledkezzünk el ezen a téren Dancsés Gyuriról. Aztán ő javasolta azt is, ami megvalósult szintén, a Sztálin díszpolgárságának az eldöntése. Igaz, hogy beletelt, ha jól emlékszem, három ciklus, Tarlós idején történt meg, de végül ezt a mi programpontot is a jelenlegi kormánypártok hajtották végre. Gyakorlatilag én azt hiszem, mi, és magamat is ide sorolom, értelmiségi holdudvar, felelősek vagyunk. Nem csak úgy, hogy minden magyar felelős minden magyarért, de nem vagyok váltesz, nem vagyok jövőbelátó, de gondolkodjunk el azon, hogy mi van, ha a jelenlegi kormányfő úgymond eltávozik. Hát egy nagyon kemény utódási harc indul be, utód nélkül. Ugyanis jelenleg a palettán, azon a fronton nincs erre a pozícióra alkalmas ember. Itt a történelem arra tanít minket, hogy megismétlődnek a dolgok. Tehát ha az inga kilendül balra, akkor előbb-utóbb visszalendül jobbra. Ha jobbra lendül ki, akkor fönnáll a veszély, hogy bizony ismét visszalendül balra. És itt lesz a mi felelősségünk, nemzeti radikálisoké, és fordított sorrendben mondom. Elsősorban a nemzeti radikalizmusért, másodszorban a jobb oldalért, és harmadsorban a legfontosabb, a saját hazánkért. És ez a legfontosabb mindannyiunk számára, én azt hiszem. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, Gyuri. Dancsés György. Bokort vagy mikrofon? Hallott választ. Mikrofon kérek. Köszönöm szépen előtt a meghívást. Örülök a sok ismerős arcnak. És igazából nem is akartam már hozzászólni, mert a lényeg elhangzott, de egy dolognak nyomatékot szeretnék adni, mégpedig annak, amit Hegedűs Lóránt mondott. Örülök, hogy a palesztin kérdést előhozta a Lóránt, örülök, hogy a református templomban erről szó volt, meghívták a palesztin nagykövetet is, annak viszont nem örülök, hogy sajtó visszhangja nem volt. Igazából nagyon minimális sajtóviszonya volt. Nagyon szomorú, ahogy ezt a palesztin kérdést a magyar média beállítja. Nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy a mi hazánk sem foglalkozik érdemben úgy ezzel a kérdéssel, ahogy kellene. Laci, te azt mondtad, hogy az igazság mellett álltok. De nyilatkoztad azt az ATV-ben, hogy nem akarsz egyik oldal mellé sem állni. Nem kell oldal mellé állni, az igazság mellé kell állni. És ebben a kérdésben a palesztinoknak maximálisan igaza van. Kezdve október 7-ig. Mert ami ott történt, az egy hamis zászlós művelet volt. És ezt ne haragudjanak, hogy aktuális politikát, tehát napi aktualitást az a mai nap itt elétek,
de ezzel a kérdéssel Magyarországon nem foglalkozik senki. Hát, ha mi hazánk sem foglalkozik vele, akkor ki foglalkozzon? Az előtt volt. Torockai László számon kérte Orbán Viktortól, hogy az ENSZ-be miért szavazott úgy, ez kevés, ez kevés. Nem semleges. Megkérdeztétek a szimpatizánsaitokat, hogy hova álljuk, kihez álljuk. 79% azt mondta, hogy tartózkodjunk. 13% azt mondta, hogy Izrael oldalára álljunk. Csak 8% volt a szavazóbázisban az, aki azt mondta, hogy a palesztinok mellé kell állni. Én úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben, miután az egyik oldal folyamatosan hazudik, és támad, és írtja a gyerekeket, írtja a nőket, így van, ezért a mi hazánknak határozott állásfoglalást kell kialakítania. Nem lehet itt nincs másolni. Javaslom azt, hogy január 13-án világszerte megemlékeznek a gázai áldozatokról. Eljutok odáig is. Trianon. Trianon után azt mondták, hogy a népek Krisztus a Magyarország. De 1948 óta ez már nem így van. A népek Krisztus a Palesztina. És mind a mai napig írják őket. És hogyha ezt sokáig hagyjuk, akkor előbb-utóbb ránk is ránk kerül a sorát. És ezért azt mondom végezetül, hogy igazságot Palesztinának, és igazságot Magyarországnak. Köszönöm szépen a Csurkai Örökség jegyében az elvárásokat is. Ugye valóban nehéz gondolat, hogy az ember minek feleljen meg. Országgyűlési képviselőként az ember a saját lelkiismeretének, a választók elvárásainak, a saját frakciójának, a programnak, az egykori miépeseknek, vagy pedig a mai mi hazánkosoknak. Valóban minket is meglepett az a szavazási eredmény, hogy még a saját táborunkban is, tehát Torockai László nem kis követő számú oldalai, hiszen mondjuk Magyarország legtöbb YouTube követővel, YouTube feliratkozóval rendelkező csatornáját működteti a politikusok közül, és még ott is egy ilyen értelme reprezentatívnak tekinthető, legalábbis a saját szavazótáborunkat illetően reprezentatív felmérésben többen követelték azt, hogy álljunk Izrael mellett, mint hogy Palesztina mellett. De azért a döntő többség azt gondolom, nem csak a szavazóink között, ahogy említetted is, Gyuri, hanem a össztársadalmi szinten is ugye azt várja el, hogy Trianonnal foglalkozzunk, a magyarsággal foglalkozzunk. Viszont mindezen alapvetésed mentén nem véletlen az, hogy a mi hazánk egyetlen képviselője sem szavazta meg az egyoldalúan csak a palesztinokat elítélő országgyűlési határozatokat. Tulajdonképpen egyedül párt voltunk. És amikor módosító javaslatot nyújtottunk be, hogy ne csak a Hamasz terrorját ítéljük el, mert egyébként elítéljük, most ez ha tetszik neked, hanem egyébként, elítéljük nyilvánvalóan a terrort mind a két oldalon, elítéltük, de amikor benyújtottunk módosító javaslatot, hogy ismerjék el az izraeli, pláne államterrort, ugye, tehát ott még csak nem is valamilyen szervezetnek, hanem magának az államnak a terrorját, akkor azt láttuk, hogy ezt összes javaslatunkat lesöpörték, a Mi Hazánk Mozgalom javaslatai. A másik, nem véletlen, hogy a Mi Hazánk Mozgalom legutóbbi interpellációja, pedig elég korlátozott mértékben állnak rendelkezésre interpellációink, de a legutóbbi interpellációt ugye a frakcióvezetés, illetve a frakcióvezető döntése alapján is, ugye pont Izrael ügyében mondhattam el én, aminek a címe az volt, hogy a sékel jobb oldal miért áll Izrael pártjára, és miért vesz részt a háborúban a semlegességünk helyett. Pontosan erről szólt, arról az államterrorról, azokról a gyermek áldozatokról, ugye gyermekgyilkosság önvédelemből, talán így töltöttem fel a YouTube-ra is, az egyik mondatom szerepelt ebben az interpellációban, és láthattuk arra azt a kormányzati mellébeszélést, amit valóban nem tűrhetünk. Tehát
Nehéz kérdés nyilvánvalóan, miközben valaki ezt a harcosságot várja, valaki azt mondja, már rögtön tüntetni is megyünk, minket tüntetni Magyarországon ebben az ügyben, ugye nem lehet, még palesztinoknak sem. Tehát azért mielőtt olyan elvárásokat fogalmazunk meg, amit egyébként a palesztin nagykövet sem támogat, ugye utcai tüntetéseket. Tehát nehéz kérdés, hogy mi az, ami bölcs, mi az, ami a társadalom szimpátiáját meg tudja szerezni, és erre egy meggyőződésünk szerint is való ugyanakkor. Éppen ezért nem szavaztuk meg ezt az egyoldalúan Izraelt támogató politikai nyilatkozatot, ami hazánk egyetlen képviselője sem. De köszönöm az elvárást és a csurkai örökség nevében, hogy még harcosabban, még markánsabban. Én is azt gondolom, hogy ha már békemenetet nem hirdet meg az úgynevezett jobb oldal, akkor, amikor a legnagyobb szükség volna a békére, a Szentföld békére, hogy Lelki Pásztor úr is ezt kifejezte ezzel a bátor kiállásával és az arab nagykövetek, nem csak a palesztin nagykövet, hanem számos nagykövet meghívásával. Úgy azt gondolom, hogy nekünk is lehet még ebben az ügyben feladatunk, de való igaz, itt közben Trianon is fölmerült, és még sok mindenről nem beszéltünk ma, nem is biztos, hogy mindenről fogunk tudni, de aki szót kér, annak én ma szót adok, az egészen biztos. Árendás Mónika, illetve bocsánat, Toroszkai László, megszólaltatok, bocsánat, ezért... Mivel megszólítottál, ezért... Szerintem is ez egy nagyon fontos téma a Magyarországon, és senki nem mer megszólalni ebben a kérdésben. Azt viszont azért hadd javítsam ki, hogy én amikor Orbán Viktort szembesítettem ezzel a témával, akkor nem pusztán azt hánytorgattam fel, hogy nem szavazták meg azt a bizonyos tűzszünetről szóló ENSZ határozatot, hanem talán a ciklus alatt sem volt még eddig olyan, hogy Orbán Viktort bárkinek az ellenzék padsoraiból sikerüljön annyira kibillenteni a magabiztosságából, mint akkor sikerül kibillentenem, ha esetleg láttátok. Három állítás fogalmazott meg válaszként nekem, amiről mindegyikről kiderült, hogy hazugság volt. Egyről azonnal tudtam, tehát hogy ugye Németország hivatkozott, hogy velük szavazott, ami szinte nem volt igaz, de a másik kettőről, meg az ülés után néztem, megderült ki, hogy nem volt igaz. És nem csak azt mondtam neki, nem csak azt hánytorgattam fel, hogy nem szavazták meg, hanem szó szerint azt mondtam, ha jól emlékszem, hogy miniszterelnök úr, hogy tud tükörbe nézni, miután ennyi gyermeket lemészárolnak. Tehát az, hogy mi nem szólaltunk meg az ügyben, az konkrétan nem igaz, nem arra, hogy ezt mondom. Az, hogy radikálisabban, vagy határozottabban, vagy nem tudom, szókimondóban kellene, azt elfogadom azt a fajta kritikádat, tehát nagy félreérés. Csak azért picit helyre akartam tenni, hogy egyrészt megszólaltunk az ügyben, kettő, és akkor hagyd mondjam el az esetleges elvi vitánkat, és ezt hagyd mondjak el egy konkrét beszélgetésemet egy arab ország képviselőjével, akivel csak hogy mennyire nem állna nekem, vagy nem esne nehezemre a palesztinok mellé teljes messzélességben odaállni, a magyar bahreini parlamenti baráti csoport elnöke is vagyok, tehát nem okoz nekem ez problémát, Bahreinben is ottani vezetőkkel is beszélgettem, és amikor a legutoljább, hogy mivel az Interparlamentális Unió magyar csoportjának vagyok az alelnöke, és legutoljára ugye Angolában volt a közgyűlésünk hazafelé, repülőn, máshol beszélgettem arab országok politikusaival, óriási balhé volt egyébként Angolában az izraeli-palesztin konfliktus miatt. Egyetlen egy, tehát a világ, ugye az Interparlamentális Uniónak a lényege, a világ összes parlamentjének a delegációjából áll a közgyűlés. Ez egy elég fontos testület, én nem becsülném le ennek a testületnek a jelentőségét. Óriási balhé volt, ahol az arab országok, többek között Algéria képviselői nagyon keményen nekimentek az egész világnak a palesztinok ügye miatt, és a nyugati világ alul maradt. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy az angolai parlamentben ott ül a világ összes parlamentjének delegációja, még az ukrán és az orosz is, talán ez egyik utolsó ilyen nemzetközi szervezet, ahol Ukrajna és Oroszország is ott van, tehát nagyon érdekes helyzetet képzeljétek el. Ott állnak az arab országok képviselői, akik ugye a legkeményebben, legradikálisabban, hasonlóan egyébként, hogy te, szenvedélyesen felszólaltak a palesztinok ügyében, és az egész nyugati világ azt látta, hogy ott állnak mögöttük az iráni és az orosz és a többi és a kínai parlament képviselői, akik persze karbatett kézzel hallgatták, de ott álltak mögöttük, az arab országok mögött. És látszott az, ami egy teljesen új világrend felé visz minket. Egyébként jobb lesz, mint az eddig egypólusú Amerika által uralt, vagy Amerika és Izrael által uralt világrend, ezt nyugodtan mondjuk ki. Ezért mondtam azt, csak hogy megint esetleg ezt lehet, hogy nem hallottad, hogy Orbán Viktor 30 évvel
vagy lehet, hogy nem biztos, hogy mindenki megértette, hogy miről beszélek, hogy Orbán Viktor 30 évvel le van maradva globális politikáját illetően, az izraeli-palesztin kérdésben is, ugyanis ez a világ már nem az a világ, mint akár a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején. Ott a BRICS, ott van Kína, aki ugye lassan beéri gazdaságilag az Egyesült Államokat, és a többi, és a többi. Tehát nagyon sok minden megváltozott az öböl államok, akik bejelentették, Szaúd-Arábia hercege bejelentette, hogy 5 éven belül át akarják venni Európa gazdasági, politikai pozícióját a világrendben. Tehát itt egy iszonyatos nagy átalakulás van. Ebben kell megtalálnunk nekünk Magyarország helyét. Erről fog szólni az évértékelőm, ahol ismétetlen szeretettel hívlak majd benneteket, ahol majd ezt kifejtem. És ebben az új világrendben van egy nagyon fontos dolog. Az arab országok nagyon keményen kiálltak a palesztinok mellett, gyakorlatilag lenyomták az amerikai, izraeli, nyugati világot ebben a vitában. Ami már minket, magyarokat nagyon érint, nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, ki volt az egyetlen egy parlamenti képviselő, aki által saradt, mindenki megfutamodott, az egész nyugati világ összes parlamenti képviselői, ugye heti 7-en képviseljük Magyarországot. Én egyedül vagyok, ugye mi hazánkos, van néhány fideszes, egy-két KDF-es, Simicskó István, ugye volt honvédelmi miniszter, van még velünk, illetve a bal oldalt, a bal liberális oldalt Magyarországról Vadai Ágnes képviselő. És az utolsó, akit nem tudtak az arab államok lenyomni, az angolai vitában, palesztin-izraeli kérdésről, az Vadai Ágnes volt. Aki tényleg, tehát egy igazi ávós tempóval, ahogy szoktam mondani, Vadai Ágnes egy igazi ávós tempóval képviselte Izrael érdekeit ebben a vitában. Ami egyébként tökéletesen egybecseng, tehát most a nemzetközi diplomáciát szeretném megvillantani nektek, hogy a diplomáciai világban jelenleg, amit Vadai Ágnes és az általa képviselt balliberális oldal képvisel, tökéletesen ugyanaz, mint amit a Fidesz nemzetközi politikailag. Tehát pontosan ugyanazt mondják és mondták a fideszesek. Na most ebben a helyzetben még egy érdekességet szeretnék külön neked mondani, hogy arab képviselőkkel beszélgetem. Egyébként az lett ennek a nagyon durva, majdnem őremenő, szó szerint majdnem őremenő vitának a vége Angolában, hogy Vadai Ágnes érdekes módon pont a Magreb országok és Algéria IPU csoportját, az algériai magyar IPU csoportnak is elnöke volt, amiről mindenről lemondott az izraeli-palesztin vita miatt, ami most kilobbant Angolában a közgyűlésen. És fölkínálta az IPU-ban, aminek ugye a Mi Hazánk részéről az alelnöke vagyok, fölkínálta a Fidesznek, hogy vegye át az ő pozícióit, de előrejelezte Vadai, hogy ő megüzente a balliberális oldalnak, ahol állítólag ugye függetlenek ez a Momentum, meg nem tudom, LMP, meg Jobbik, meg kik vannak még ebben a balliberális hazáruló csapatban, hogy állítólag függetlenek, de ő előre megüzente nekünk, ugye ő is elnökségi tag, hogy a balliberális oldalról egyetlen egy parlamenti képviselő nem lesz, aki vállalni fogja a vezetését ezeknek a IPU csoportoknak, tehát a magyar és algériai és egyéb IPU csoportoknak, úgyhogy vigyel a Fidesz. A Fidesznek se kell. Tehát megint ugyanazt képviseli, mint a balliberális oldal. Úgyhogy most jelenleg igen, csak hát én már nem tudom, én már a magyar ruandainak is elnök vagyok, tehát gyakorlatilag lassan már nem lesz, és már kötelező jelleggel a minő frakciónkat, ugye mindössze hatalom vagyunk, már beírattam angol nyert a folyamra, hogy más is tudjon már külföldi pozíciókat elfoglalni, ne csak én. Tehát az a helyzet, hogy lassan már nem győzött, tehát nem győzött már mindenhol élni. Viszont egy nagyon fontos dolgot szeretnék még mondani kifejezetten neked. Ami azért, az a kérdés, hogy ezen gondolkozzatok el, mint magyar hazafi bajtársaim, honfitársaim és barátaim. Csak gondolkozzatok el ezen. Tehát nem kérem, hogy egyetértsetek velem. Először is Novák Előd is ott volt egyébként Lóriéknál a templomban, és kaptunk aztán hideget-meleget. Az, hogy amit mondtál, hogy azon a közvélemény kutatáson, amit elvégeztünk, amit ugye Előd is mondta, hogy nagyon meglepődött, az meg egy ténykérdés, tehát azt rajtunk számon kérni, hogy egyébként a 216 ezer követőm vagy feliratkozomból, nyilván nagyrészt Mi Hazánk szavazóból így szavaztak az embereket, ez van most, ezzel meg nem nagyon tudunk mit kezdeni. Ez nem minden minősít szerintem. A világ, és egyébként a világ is változik. De várjál, bocsáss meg, de... Nem olyan egyszerű, azért nem biztos, hogy feladat, Lóri, mert az a 80%, aki azt mondta, hogy nem azt mondta, hogy tartózkodjunk, hanem hogy egyik oldalra se álljunk,
Én alapvetően azzal értek egyet, még akkor is, hogyha ezzel nem biztos, hogy ti sokan egyetértetek, mert nekem, számomra, és 27-én ezt bővebben majd kifejtem, nekem mindig, mindig a magyarok az első. A Mi Hazánk mozgalom is így jött létre, elmondtuk. Relatíve kevés Trianon melletti kiállásra emlékszem a gázai övezetben. Azért tegyük hozzá. Tehát azért amikor magyar ügyről van szó, ügyről van szó, akkor relatíve egyedül vagyunk, ezért legyünk őszinték. De ami pedig a nemzetközi, az, hogy ez erkölcsi morális kérdés, az nem vita. Tehát mi kiálltunk, egyetértünk veletek, ne értsétek fel, hogy mondok. De egyetlen egy dolgon gondolkozzatok el, nem fogom megnevezni az arab országokat, mert nem akarom ilyen, hogy most ebből nem tudom, hosszú polémia legyen, csak azt kérem, hogy ezen gondolkodjatok, én magam is gondolkodom ezen a dolgokat. Hát amikor arab országok képviselői azt mondják nekem, Angolában, baráti beszélgetés alatt, hogy Izraelt el kell tiporni a földszínéről, meg kell semmisíteni, mert Oké, nyilván itt sokan mondjátok, hogy egyetértetek ezzel, jó? Hallgassatok végig a gondolatmenetemet. Tehát el kell tiporni, meg kell semmisíteni, mert nekik semmi keresni valójuk a palesztinok földjén. Logikus, hiszen ott voltak a palesztinok. Abszolút logikus. Európából jöttek, menjenek vissza Európába. Na itt van egy pici problémám. Ugyanis egyrészt technikailag az a... Látjátok legalább tényleg... Szegény újságírók órák óta itt várakoznak, és most legalább tényleg csemegével engedjük őket utra. Ebből aztán nagyon jó cikk lesz a Terexen. De szerintem fontos, de jó, hogy felvetetted a kérdést. Igenis, beszéljünk róla. Egyrészt beszélni kell arra, hogy népírtás zajlik Gázában, mert ezt nem lehet másnak nevezni. Legyilkolt gyermekek mellett ki kell állni, nem kérdés. Az, hogy a palesztinok őseik földjén vannak, a szülőföldjükön vannak, az is ténykérdés. Ezzel megint nem lehet kérdés. Viszont technikailag nem volt, hogy mondjam, 100%-ig az, amit nekem ezek az arab képviselők egyébként baráti beszélgetések során mondanak. És pedig miközben egyébként a jó baráti gazdasági, üzlet és egyéb kapcsolatot azt mindenképpen ki kell velük építeni, főleg az öbölmenti országokkal, én magam is ezt képviselem, pontosan azért, hogy legyen független magyar gazdaság. Ki tudjuk innen vinni majd az élelmiszeripar feldolgozott termékeit, stb. Nekik rengeteg pénzük van, mindent megvennének tőlünk, rendkívül jó kereskedelmi, gazdasági kapcsolatokat tudunk velük építeni. Azt is elmondtam nekik, minden beszélgetést azzal kezdtem, hogy egy dolgot azért tegyünk tisztába, nincs migráció. Tehát ide ne jöjjön senki, ez a magyarok földje. Viszont a legnagyobb baráti, diplomáciai, politikai és gazdasági kapcsolatot kell kialakítani velük. Az a helyzet, hogy ezt ők megértik. Az összes ilyen öböl ország vezető azt mondja, hogy ez természetes, hát a ti országotok, ti döntitek el, hogy kit engedtek be. Ők egyszer nem mondták azt, hogy a kerítést le kell bontani, azt nyugatról mondják, hogy le kell bontani, ugye Brüsszelből, másonnan le kell bontani a kerítést. Teszem hozzá, Izraelben meg lehet 8 méteres falat is ugye emelni. Ugye érdekes, hogy Vadai Ágnes, meg Gyurcsány Ferenc, meg ugye odajött társadalomra, meg Röszkérő ugye szétvágni a határkerítésünket 2015-ben. Tehát ezek nagyon jogos, legitim, érdekes kérdések. De amikor azt mondja nekem arab parlamenti képviselő, hogy Európába vissza kell küldeni az összes zsidót, aki Izraelben van, akkor azért ezen gondolkodjatok el, ugyanis egyrészt nem mindenki Európából ment oda, tehát nagyon sokan mentek Marokkóból, Észak-Afrikából, Irak területéről, egykori Babilónia, Mezopotámia területéről. Mindenkit visszaküldeni Európába, ez már itt megbukik, mert nem mindenki Európából jött. 7 millió izraeli zsidóról beszélünk, jelentős, tehát nem jelentős részben, de nyilván nem elhanyagolható számban, magyar állampolgárság is lapul sok embernek a zsebében. Ezen is gondolkodjatok el, hogy valóban ez a magyar nemzeti radikálisok érdeke, Izrael állam megsemmisítése. Ami pedig Lóri, és ezzel befejezem, mert szerintem kibeszéltük a témát, a többit majd mikrofonon keresztül még itt beszéljünk, mert csak azért, hogy ne vegyük el az időt a többiektől. Még egy dologra reagálok, arra, amit mondtam, hogy menjenek a politikai realitása jelenleg, és pont mi vagyunk azok a nemzeti radikálisok, akik elmondhatjuk azt, hogy azzal, hogy mi a politikai realitás, azzal, amiket évtizedek óta mindig ugye szembeállítanak, hogy nem, nincs politikai realitás, amit ti akartok. Hát ezt hallgatjuk évtizedek óta, és a 90-es évek óta, 18-es korom óta makacsul apámtól, meg nagyapámtól öröklött makacsággal, erre mindig azt szoktam válaszolni, és ezt mondtam Vona Gábornak, amikor háborúba
kezdtünk egymással ugye 2017. decemberében, amikor ő egy interjúban elmondta, hogy a Momentum azt szívesen kormányozni, én mondtam, hogy ez ugye nemzetárulás és hazárulás. Én akkor is azt mondtam Vonának, és mindenkinek azt mondom, 90-es évek óta, hogy nekünk nem kell változtatni az álláspontunkon, az eszmeiségünkön, a világ fog annyira majd megváltozni, hogy ez lesz az uralkodó politikai irányzat, és ezzel lehet majd választást nyerni. A mi tragédiánk, ha már itt tartunk, az az, hogy a liberális internacionálé volt alelnöke ezt felismerte, és átvette részben a miépnek is a szlogenjeit, az előbbit beszéltetek Sorosról. Nagyon örülök annak, hogy minden plakátra fölírja a Fidesz azt, hogy Soros, de valójában ez egy óriási átverés, gyerekek. Hát ez egy kommunikációs trükk, hát miért nem beszélnek soha a BlackRockról, meg a többiekről, akiknek átvágják a nemzeti színű szallagját magyar adófizetői pénzből, itt építik ki a közép-kelet-európai központját a Váci úton, gyerekek. És akkor mi örülünk annak, hogy Soros megfölírták a plakátra. Hát ez egy Soros, egy mocskos gazember, de hát egy apró szereplő a még nála is nagyobb gonoszok között. Szóval ebben a helyzetben politikai realitásról azért nehéz beszélni, Lóri, mert a politikai realitás a 90-es években nekünk mi épeseknek az volt, hogy én 1998-ban én tisztán emlékszem arra, hogy én pontosan úgy mentem a háborúba, a csatába, mint országgyűlési képviselőjelölt, hogy nincs esélyünk még a parlamentbe se bejutni, de állva halunk meg, mondtam én ezt 20 éves fiatalként, legalább a becsületünk megmarad, és hihetetlen csodának tartottam, hogy 5,5%-kal bejutottunk a parlamentbe. Nem tudom, erre emlékeztek, hogy ez egy ilyen világ volt. Aztán 2010, ugye itt talán a Gyula bácsi mondta azt, ugye, hogy a Jobbiknak legalább annyi történelmi szerepe vagy dicsősége volt, hogy 2010-ben kisöpörte az MSZP-t ugye nagyon sok helyről. Ez valóban ugye a választásokon így történt, csak hogy ez nem a Jobbik miatt, bár ugye én is dolgoztam azért, hogy Jobbikosok bejussanak a parlamentbe, de valójában ez nem. Ezt nem a Jobbik érte el, hanem 2006 és 2010 között Budaházi Gyuri, meg mások, akik nem féltek kimenni, meg köztük persze én is, nem féltünk kimenni az utcára, civil emberek. Az, hogy ma a Fidesz, hogy a Fidesz ezekkel konfliktusban mennyi realitása van annak, amit mi természetesen senki nem támogat, hogy Izraelt megszünteti. Szerintem nincs épeszű ember, magyar ember, aki ezt támogatná. De mennyi realitás indexe van annak, hogy Izraelt megszüntessék, miközben a mostani realitás az, hogy a palesztinok írmagját is ha kell kiírtják, azért, hogy egy teljesen egyoldalú önrendelkezés valósítson meg az apartheid állam. Következő, tehát annyi realitása van, mint annak, hogy az 1990-es évben a liberális internacionális vezető Orbán Viktor nemzeti radikális húrokat tengett 2024-ben. Ennyi a realitás a gyerekek. Egy, kettő, a világpolitikai realitásról, Lóri, de a világpolitikai realitásról pedig két dolgot mondok neked. Egyrészt jelenleg olyan szinten alakul át a világrend, és ezt nyilván ti mindannyian látjátok, hogy sajnos benne van a pakliban az, hogy itt a legdurvább verzió is bekövetkezik, ami egy harmadik világháború, egy olyan esemény, egy olyan láncolat, ami elvezetett minket a harmadik világháborúhoz. Tényleg tapasztaltam Angolában. Tehát láttam azt, hogy ez a világ Oroszországgal, Kínával, Iránnal, hát nemhogy hivatalos diplomáciai kapcsolatot vettek föl Iránnal az oroszok, hanem most már nyílt szövetséget kötnek, nemhogy Iránnal, Észak-Koreával, gyerekek. Tehát ennyit a politikai realitásokról. Atomfegyverek vannak ezen az oldalon, a kínaiaknál, Észak-Koreában, oroszoknál, stb. Tehát irgalmatlanul kemény a helyzet. Az öböl országokban ezek az általam egyébként nagyon tisztelt és remek vezetők, akikkel igyekszem találkozni, meg múltkor is az Emirátusok ünnepségére kaptam itt meghívót. De hát ők már nem félnek se Izraeltől, sem Amerikától, sem Európától. Tehát olyan mennyiségű gazdasági erőt, pénzt fölhalmoztak, olaj, és melyik beszél? Hát például Irán. Egyetlen kimondja, de Lóri, következő szerintem mikrofon nélkül folytassuk, mert így szétesik a beszélgetés. Meg nagyon-nagyon érdekes, látjátok mindannyiunknak ugye szenvedélyes vitáink vagy beszélgetésünk lehetnek, miközben ugyanazt akarjuk, a magyarok érdekeit akarjuk, illetve azt az erőt meg nem támogatjuk, akiről te beszélsz. De egy nagyon fontos dolog,
Nem kell még annak sem bekövetkezni, Lóri, hogy Izraelt egyébként eltörüljék, mint Izrael állam megszűnjön, de még egyszer mondom, nem tudod kijelenteni, hogy nincs realitás a jelenlegi világpolitikai környezetben. Nem kell. Elég az, ha mondjuk a több millió ott élő izraeli ezt valóságos veszélynek érzi. Már is jön. Már is jön. No, köszönöm. Én csak azért mondtam, hogy ezen gondolkodjatok el. Gondolkodjatok el ezen. Az nem kérdés, nem is volt kérdés. Kiálltunk Orbán Viktor. Még egyszer mondom, először sikerült kibillenteni a helyzetéből, mert kiálltam, én személy szerint is kiálltam, Novák előtt is kiállt. Tehát az konkrétan nem igaz, hogy nem álltunk ki. Lehet, hogy radikálisabban szeretnéd a kiállást. Hát szerintem elég határozott volt. Kérdés az nyilván, hogy kinek milyen adott helyzetben, milyen nem tudom, retorikai megoldásai vannak, de magát az ügyet azt fölvállaltuk, teszem hozzá egyedüli pártként a parlamentben, egyedüli pártként, mert ez morális, erkölcsi kérdés. Politikailag viszont ennek sokkal több vetülete van. Folytassuk mikrofon nélkül. Köszönöm még egyszer! Köszönöm szépen a bűzítást! A szünet előtti utolsó felszólalásra jelentkezett ugye Árendás Mónika, akinek most itt megadnám a szót. Erről a témáról jutott eszembe egy standolás, a számokkal mindig bajban vagyok, az évszámokkal is, nem emlékszem, talán előbb jobban emlékszik, hogy mikor voltam én itt oszloposság, amikor az első kerületi részből kicsit el kellett jönnöm, és a piacnál standoltunk, amikor odajött hozzám két szép nagy darab fiatal ember, és közölte velem, hogy micsoda dolog, hogy ti nem vagytok hajlandóak a Fidesszel együtt működni, nem vagytok hajlandóak kormányon együtt lenni velük, micsoda szemét dolog ez. És akkor mondtam, ja, és miért bántjátok a Fideszt? És én mondtam, hogy nem mi bántjuk a Fideszt, mi csak reagálunk arra, amikor a Fidesz minket mindenféle mocsokkal leken. Nem mi nem akarunk a Fidesszel együtt dolgozni, mint nemzeti párttal, bár emlékszünk arra, hogy a Fidesz akkor lesz nemzeti pártá megcsinálva, amikor 1995-ben az a dominózus augusztus 20-ai nagygyűlés volt, amikor az egész Andrássy útnak a feléig állt a tömeg, amiért megemlékez augusztus 20-ai ünnepsége. Tehát ennyit a valóban arról, hogy a Fidesz mennyire nemzeti, minden, most úgy képviselteti magát és a nép elhiszi. De a lényeg az, hogy nekem esnek, hogy miért bántjuk őket, miért nem akarunk velük szövetkezni. És mondtam, elmondtam nekik, hogy hát nem, a hiba nem a mi készülékünkben van. És azt is elmondtam nekik, hogy fiúk, azt itt tudjátok, hogy a Fidesz a Likudnak a testvér pártja. Na akkor elkezdtek engem szívni, hogy én egy mocskos kurva vagyok, hogy mit képzelek, hogy egyszer csak észrevettem, hogy a mellettem lévő fideszes standhoz megérkezik a Simicskó úr, és oda mentem hozzá, mondtam a fiúknak, gyertek, kövessetek, megkérdezzük az illetékes eltársat, hogy valóban igaz-e, hogy ők nem akarnak velünk szövetkezni, és azt is megkérdezzük, hogy valóban igaz-e, hogy a Fidesz a Likud testvérpártja. Hát Simicskó az első kört vette, mondta, hogy de, hát ők szeretnének, csak mi túl radikálisak vagyunk, és hát mondta a blablá. És akkor jött a második kérdésem, mondom, Simicskó úr, mondja meg, a Fidesz a Likudnak a testvérpártja? Iszonyatosan zavarba jött, és annyit mondott, hogy hát igen, maga nem tudja, hogy a Likud is testvérpárt, és a Fidesz is testvérpárt, és az Európai Unióban minden testvérpárt, minden néppárt egymásnak a testvérpártja. Ránéztem, a fiúk is ránéztek, hát Izrael, a Likud, nem Európai Uniós. Erre szerencsétlen nem tudta, hogy reagálni, hogy eddig ér nekem közölte, hogy azt mondjam, legyen szíves, menjen arrébb, mert nem látják, hogy itt vagyok. Még egy szösszenetet hagyd mondjak el, hogy ugye az első kerületi önkormányzatban voltam önkormányzati képviselő, Nagy Gábor Tamás polgármester úrral viszonylag jól tudtam együtt dolgozni, úgyhogy erőszakos voltam és viszokul. Legyűrtem, amiben én akartam. És aztán nagyon büdös volt neki az, hogy igen sokan szavaztak rám egyszer. Kétszer volt olyan is, hogy a Fideszest is
Fideszes meg én kivertük egymást, és sajnos a nevető harmadik jutott be. De ekkor ő megkeresett engem, épp számokkal bajban vagyok, a választás előtt, és között, hogy legyek én a Fidesz képviselőjelöltje. És ahogy Torockai elnök úr is nemet tudott mondani, én is nemet tudtam mondani, és ugye ez egy teljes fideszes önkormányzat volt akkoriban, és akkor mondta nekem, hogy hát nem mondjál nemet, hiszen itt egész életedben itt ülhetsz, fideszes képviselőként, kaphatod a sok-sok pénzt, és akkor így ránéztem, és mondtam neki, Gábor, te ennyire nem ismersz. Hát én miértes vagyok. A miérteseket pénzért nem lehet megvenni. Aztán mi történt? Én az önkormányzat alkalmazásában dolgoztam akkoriban, és 2007. március 21-én kirúgatott a munkahelyemről. Ennyit a Fidesz korrektségéről és tisztességéről és nemzetiségéről, és még a nemzetiességéről, és még annyit elmondok, hogy akkor az életem első találkozása Csurka Istvánnal és a Mirtel, nem tudok megint évszámot mondani, a Regnum Marianum templom előtt, nem tudom, volt-e valaki, amikor azért tüntettünk, 60-an talán voltunk összesen, azért tüntettünk, hogy építsék vissza azt a templomot. Én remélem, hogy egyszer valamit sikerül ebből összehozni, és szebb jövőt kívánok. Köszönöm szépen Árendás Mónikának, hogy ilyen emelkedett gondolattal és a szebb jövővel zárta a szünet előtti utolsó felszólalást, hiszen közel 4 órája valaki ül, valaki áll, le a kalappal azelőtt, aki ezt végig tudta állni, illetve le a kalappal azelőtt, aki esetleg még a szünet után velünk tart. Lehet, hogy már oldottabb keretek között, lehet, hogy egy kicsit beforgatjuk ezeket az asztalokat, lehet, hogy egy-két volt megnyitunk. Mindenesetre szívesen látom mindenkit egy forró teára és még talán kávéra, ha még maradt. Köszönjük Anitának, illetve Torockai László hívta önöket, titeket az évértékelőire. A mai tapasztalat nyomán is megismerve, hogy már kb. 500-an jelentkeznek, nem garantálom, hogy azon részt tudnak venni. Éppen ezért vigaszként is hadd invitáljuk mindenkit ide vissza az egykori Miép irodába, hiszen minden hónapban a Fekete István Szabad Egyetem előadást biztosít itt minden hónap egyik csütörtökén. Így január 18-án dr. G. Andreas pszichológus professzor milyen veszélyeket rejt az idegenek befogadása. Ugye ma is egy kis vitatárgyát képezte a vendégmunkások ügye. Természetesen lehet erről különböző álláspontokat alkotni, viszont szabad ország vagyunk elvégre, viszont a mi álláspontunk eléggé egyértelmű, hogy vendégmunkásokat nem szeretnénk így tömegesen lakosságcserésen, és ennek mondhatnám tudományos alapját is a pszichológus professzor előadásunk fogja behozni. Nagyon érdekfeszítő és egy szórakoztató előadás is lesz, hozzáteszem már egy kicsit belepillantottam az előadás rendalapjába, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel ide ebbe az irodába, a Fekete István Szabad Egyetem előadására. Ez január 18-án csütörtökön 18 órakor várható. Köszönöm szépen mindenkinek, akinek esetleg eddig tartott a türelme. Köszönöm azoknak a vendégeinknek, akik nagyon messzire mennek. Most például Szabó Lukácsra nézek, de sokan vannak, akik a ország távoli sarkából jöttek el ide, le a kalappal előttük. Aki szeretne egy kezet rázni velük, aki szeretne egy közös fényképet, aki négy szem közt szeretne mondani, kérdezni valamit, hát azt mondom, még a lehetőség adott ezekre. Ne feledkezzen meg senki most a szünetben is a relikviákról, amit a hátsó helyiségben, a mellékhelyiségek előtti nagy fogadóteremben lehet még megtekinteni. Ott tudunk a fogadóteremben egy kis italra is szolgálni, illetve lehet az előadás követően, a szünetet követően talán itt a nagy teremben is. Köszönjük szépen mindenkinek, és akkor záros határidőn belül, aki még itt lesz, eddig is boldogtabb környezetben folytatjuk. Thank you.